Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Jó reggelt! Kívánunk mindenkinek 6 óra múlt 11 perccel. Hello Jani, hello Feri, hello! Sziasztok! Jó reggelt! Úristen, miért üvöltünk? Miért üvöltünk? Március van azért. Örülünk a tavasz. Igen, örülünk a márciusnak igazából. Jó reggelt! Drága hallgatók, gyerekek, nem tudom, mi van a városban. Lehet, hogy ti tudjátok a megfejtést, vagy híresünk, azt nem, de hogy... Mi ez a rengeteg rendőr? Gyerekek, minden sarkon, a hidakon, én láttam 10 darab. Hányszor megígérték már? Most teljesült. Nem örülsz neki? Figyelj, ne, valami van. Tehát valami van. Valami van a levegőben. Az biztos. Mondja meg valaki nekem valaki. Érkezik? Valaki érkezik, de hát arról tudnánk, ha egy ilyen Putyin-Merkel szintű kancellár, vagy vezető biztos ember biztos valami érkezne. Másik baráti ország, biztos Türkmenisztán, vagy mit tudom én. Gyerekek, valami történt éjszaka. Akkor viszont valami történt éjszaka. Vagy terrorfenyegetést kaptunk. Vagy valami van. Minden sarkon rendőrautók, a Lánymenyosi híd lábánál két rendőrautó, a Szerémi úton folyamatos rendőrautók. Jöttem át a Lánymenyosi hídon, átnéztem a másik hídra, a híd előtt és a híd végén szintén villó, egy helybe állnak és várakoznak. Uh-huh. Tele van a város rendőrökkel. Van, amelyik villog, van, amelyik nem villog. Nagyon durván néz egyébként. Írja meg valaki, egy felelős beosztású személy, vagy nem, írja meg nekünk. Írjátok már meg nekünk, hogy mi a fene van tényleg. Hát mondom nektek, hogy az egyik ok, ami lehet. Federer győzött, azt írja valaki. Federer győzött, és nem fogadtunk, basszus, a rohadt Gyokova játszott, ez pénteken eszembe jutott. Mindegy, ez gyors témaváltás, de lehet, hogy azért van sok rendőr, mert Federer győzött, de hogy Federer győzött, és megverte Gyokot. És most félnek a Gyokor rajongók haragjának. Igen. Figyelj, megdöbbentően sok a rendőr. És így én nem tudom, hogy hova tenni. Kaptunk volna egy terrorfenyegetést. Mondom nektek az egyiket, hát ugye az van, hogy bevezették a védarendszert, ezzel foglalkoztunk mi is, hogy kész van az új trafik, amik mérnek. Na, az március 1-től szoftver frissítés volt, szoftver, és ezt nem tudták feldolgozni. Tehát megfrissítették a szoftvert, érted, ezt mondták, és az már nem biztos, hogy jó. Ja, igen. Tehát újra kezdődik a teszt, és azt akarják, hogy minél gyorsabban működjön a vizda, ezért most mindenütt a szoftver frissítés. Ja, mert nem mertik megnyomni, nem mertek rá kattintani, az az IAGRE. Hát lehet. Én ezt nem fogadom el. Én nem értem, hogy lehet tudom, hogy lehet ebbe már meg. Értem. Hívjátok ide valakit, a Lajos például, melyik sok csillagja van. Hallod, ezt nézzétek már meg, mert én nem merek kattintani. És akkor lehet a szoftvert, most kiküldtek az összes rendőrt, hogy frissítsék? Mert az volt a terv, hogy március 1-től ezek rendesen működnek, és életbe lép az, hogy mindent megnéz, sávot vált, piros lámpa, akármicsoda. Kellett egy szoftver frissítés, és nem tudják, hogy most működik-e vagy sem. Tehát nagyon gyorsan kell teszelni. Rúg már arrébb azt a széket, légy, hogy lássam a Julit. Juli, nézd már utána ennek a tessék figyelni. Nem plegykálunk. Jó reggelt. Jó reggelt, a műsorra koncentrálunk. Nézd már utána, légy, hogy miért van ennyi rendőr az utakon, hogy mi van. Vagy valaki ezért blokkát készül, de hol? Milyen blokkád? De a rendőr, hát rendőr blokkád. Rendőr, rendőr blokkád. Kín, mert ha tűzoltó blokkád lenne, akkor egy csomó tűzoltót látott teljesen volna ma reggel. Jogos. Na. Teljesen, ha a postás blokkád, akkor rengeteg babettát látnánk, illetve nem, mert már most szerintem Peugeot vagyok. Hogy Lacházán is ugyanez van. Árpád híd, Bécsi út, tele van rendőröket. De komolyan mondom, én ennyi rendőr, olyan, mintha én nem tudom, mi történt. Valami békés átmenet? De mintha megszálltak volna minket a rendőrök, egy rendőrautó, oké, van kettő, oké, három, mondom, jó, nincs baj. Ötödik, mondom, ez már ijesztő, nyolcadik, ez mondom, nagyon ijesztő, kilencedik, jaj, beszartam. Úgyhogy konkrétan ijesztő, de tényleg. Vajbőrről lejön. Úgyhogy nem tudom, mi a fene van, de valaki mondja meg, miért vigyáznak ránk ennyire? Mi történik hétfő reggel, március 2-án? Körúton mondjuk senki nem volt a Hungárián, egy darab rendőrse, tehát lehet, hogy arról hogy csak átaludtad, lehet csukott szemmel. Mondjuk az is. Nyomtál egy nagy gázt az Árpád-hína, és legurultál a rádióig. Hát, itt vagyok. És most megérkeztél. 102, jó? Ami történt az elmúlt 15 percben. Az összes híd tele van rendőrökkel, ezt perec küldtenek. Micsoda, hogy? Összes híd tele van rendőrökkel. A nyugatról jönnek. Mondom, hogy ijesztő. Béremelésre megy a... Az M1-es autópálya is tele van rendőrök. Múlt héten a szalámigyárosok, most a rendőrök? A Petőfídon is állnak a rendőrök. Na, ki nyerte a dalt? Ki megy az Eurovízióra? Bogi. Bogi. Bugi? Bugi. Bogi.
Bogi megy a háború ellenes kis dalával, kapott hideget, meleget. Szépen kérdezem, who is Bogi? Bogi egy énekes nő, egy lány, aki kedves, énekel. Kedves, helyes, szimpatikus, igen. Egyébként meg a dal, meg hát elég mély nyomokat hagy az emberbe, szerintem, ha meg hallgatom, 1600-szor, de mondjuk, hogyha csak 20-szor hallgatod meg, akkor nem. Hát nincs refrén a dalban, tehát hogy tehát rossz. Mondani valójában erős. Leginkább semmilyen. Dallamvilágában visszafogott. Tehát a gitár ének, a dal maga, és arról szól, hogy ne háborúzzál. És ez az a Bogi, aki a We All, We All-t énekelte? Nem, ez egy új Bogi. Jézus, és te hány bogink van? Kettő. Kettő és még rá. De nem lehet, hogy Bugi, tehát van egy Bogi, és van egy Bugi. És ő Bugi, csak rosszul mondták a nevét végig. Bugi van, ő egy fiú. Akkor kikupálódott a Bugi, hogyha... És ő most Bogi. Helyes, kedves lány. De nem a We All, We All. Nem. Kicsit telepi ilyen dalocska. We All. Jó. Nem, ő is Bogi, de ő egy másik Bogi, és nem Bugi. Tehát a Bogik most akkor átvették a hatalmat felettünk, és uralkodnak rajtunk, ahogy uralkodtak a birodalmiak, a lázadók felett. Pontosan így van. A Bogik az uralom... A lázadók akartak háborúzni, Bogi meg nem akar háborúzni, de szeretkezni sem. Illetve hát ez az dalból nem derül ki, ezt lehet, hogy akar, de hogy... És a Bogi és ez a Bogi, ők testvérek? Vagy nem. De mert ez nem családné. Nagyon távol éveknak. Ennyi Bogi van. Bizony. De miért nem mondja, hogy akkor te Bogi 2. Bogi 2, vagy Bogi, vagy Boge, vagy... Ez a titka, hogy Bogi az egyik, a másik Bogi. Igen, tehát miért van az, hogy... De látod, Bogie, hát úgy van írva. És az a másik is Bogiének volt Ő meg sima Boginak van írva, hát akkor Bogi. Bogie. Hop, hallott? Már ide is jönnek? Itt valami történt éjszaka, gyerekek. De egy jó a Bogie? Egy jó? Bogie, egy nem, jó? Nem, 2G. Fie, ezt a Bogie. Egy jó, nem 2G. Hát nem, hát megkaptad a válaszát, nem egy jó, nem 2G. Hát egy jó. Mondja, Gyuli, mi van? Bejöttél, csak mondja már meg valaki. Na. Egy nagyon álmos hangú sajtossal sikerült beszélnem, lehet, hogy felébresztettem, de nagyon kedves volt, és azt mondta, hogy utána néz, ő nem tud róla, hogy bármi indokolná azt, hogy ennyi rendőr. Gyerekek, döbbenetes. Idakon, úgyhogy küldjek e-mailt. Úgyhogy most küldjek. Mi? Fotót támaszd alá, csak a rendőr? Nem. Egy légi felvételt? Egy mondatban írjam le ezt, és akkor ő utána néz addig. Ja, hogy csak a telefonhívásra nem néz utána, csak e-mailre. E-mailt kell küldeni. Figyeljetek, nézem a legfrissebb híreket, azt látom, hogy Pozsó elhagyta az országot. Valami nem stimmel, nagyon sok rendőr van. Valami történt akkor éjszaka. Vagy fenyegetést kapnak, és akkor mondom, vagy megfenyegettek minket, vagy terrorveszély. Valami, valami sajtos történt. Meg nem tudja. Hát a sajtos? Hát a teljes tudja. A sajtos nem. A húsos is tudja, de a sajtos szerintem nem tudja. Gyerekek, biztos, hogy történt. Azt mondja, hogy katasztrófa védelmi próbariasztás lesz ma a városban. Ezt Orsi küldte nekünk. Azt a mindenség. Meg miért nem lehet vasárnap reggel megcsinálni, de tényleg, ezt hadd kérdezzem már meg az illetékeseket. Akkor senki nem veszi komolyan. Most hétfő reggel viszont tényleg, mert mindenki anyázni jó, fog. Figyel, de a Feri, hogy a katasztrófa nem nézi, hogy hétvége van, vagy hétköznap. Mondjuk a katasztrófa igaz. Jön. Jöhet hétfőn hát is, kedden is, bármikor. És vasárnap ki tudott volna erről? A békésen alvó tömeg. Na jó, elfogadjuk ezt egy verziónak, de valami izgalmasabbat várunk. Azt hittem tényleg, hogy valami izgalmasabb történik. Visszatérve, szóval Bugi nem jó. Nem. Nekem nem, már csak Bugi lesz. Bogi. Jó, de nem jó a dala. Na, majd meghallgatjuk. Hallgassunk már bele majd. Figyelj, ugyanezt mondták nagyon sokan, ugye Bye Alex dalára is. Hát azok nem értettek hozzá. És mégis, hát az első tízben volt Alexünk, úgyhogy nem rossz az. Most de az nekem érdekes volt. Tehát, hogy így, azzal úgy, tehát, hogy az kiváltott az emberekből érzelmeket. Most ez leginkább ilyen... Hát ki szavazott még be a mélyen tisztelt zsűri? Aha. Ne, tényleg nem, mert ugye négyből választhattak Wolf Kati benne volt, igen, azt tudom, azt olvastam, és Mujahid Zoli, igen, Mujahid Zoli, és még egy zenekar, az Spoon. Mindegy, jó, oké. A Spoon, így van. Már pont ezek. Meg vagyunk. Pont ezek, meg is vagyunk össze, Mujahid Zoli, Wolf Kati, és Bogi. Így van, de aztán végül az ország úgy döntött, hogy legyen Bugi. Legyen Bugi. Mondjad, Anna. Bocsánat, beszéltem egy hallgatóval, neki van infója, hogy mi lehetett ez, amiben te beleszaladtál. Miklós azt mondja, hogy van egy Facebook csoport, akik a megye matrica ellen bejelentett tüntetést szerveztek a tegnapi napra, tehát vasárnapra, de ez elmaradt, de és váratlanul akárhol fölbukkanhatnak, és ezért van egy kis készültség, hogy itt ne akadályozzák a hétfő reggeli forgalmat, hogyha ők nekiállnak tüntetni. Aha!
Ez az a blokkádos tüntetés? Ez a blokkádos tüntetés. Március közepén ígérték, hogy végére hát nem? Hát ezt most vasárnapra azt mondja ez a srác, aki tagja ennek a csoportnak, hogy lett volna, de valami miatt elmaradt, és hogy most odafigyelnek. Nem volt matricájuk, és nem jutottak el a helyszínen. Valami, nem tudom. És hogy állítólag ezért, mert hogy ez kiszivárgott, hogy bármelyik nap, bármikor, bárhol ők fölbukkanhatnak, és próbálják ezt megakadályozni. Ha bármikor és bárhol, akkor lehet, hogy holnap is lesz ilyen. Hát most már mindig is kés a városban. Ha blokkád van, akkor nem kell jönnünk dolgozni. Ha blokkádban nem tudsz bejönni. Én nem tudok bejönni. Most is jaj, azt sem tudjátok, hol van blokkád, de én nem tudok bejönni. Blokkád van, akkor nem van, akkor nem tudunk. Nem tudunk. Mint a rossz gyerekek az iskolában, amikor leesett 2 centi. Én nem tudok bejönni. Hol van, hát hóban nem tudunk bejönni. Blokkádban se tudunk jönni, hóban se tudunk jönni. Hát hogy attól függ, hogy ezt mondjuk elfogadja tőlük a vezetőség, mert könnyen lehet, hogy megütöd a blokkád. Én emlékszem még a nagy taxis blokkád a gyerekek. Gyerekként mekkora élmény volt az Árpád hídon legálisan sétálni az úttesten. Emlékeztek? Hogyne, az emberek az utakon álltak, sétáltak, olyan, mint egy nagy majális az egész gyerekként. Sokan így élték meg a dolgot. Lehető legizgalmasabb emlékem a gyerekkorból a taxis blokkád. Valamikor, én nem is tudom, 80, mikor, 90, az éves elején. Nagyon korán. Igen. Nagyon korán. Az őrületesen. És a 85-ös nagy hó? Ha remélem jól mondom, az a 87-es volt. 87-es volt az a hatalmas hó, mikor megállt a fővárosban. Lehet, hogy két év korábban is volt egy hó. Lehet, hogy nekem az neked kiesett, érted? Az a klasszikus nagy hó, az 87-es. 87-es, na az is jó volt azért. Akkor elzáródtunk a külvilágtól teljesen. Az jó volt. Igen. Jaj, gyerekek, jó van, mi volt még hétvégén? Hát kérlek szépen, nem tudom, hogy a 2,6 milliárd, vagy 4 milliárd mennyire zavarta meg az eszméteket. Ugye te azt mondtad, 1 milliárd fölött lottózol a gyerekkel. Én most elfelejtettem teljesen. Hát nem tudom, aki most egy 4-est behúzott, és arra gondolt szombat este, hogy van neki 77 millió forintja a 4-essel. Mert lett neki? Hát lett volna neki, ha nem lett volna 500 vagy 50 darab 4-es lottó, figyelj, 1,5 milliót nyersz. Az igen. Én ilyen 3-4 milliókat látok egyébként a 4-esre mindig kifizetni. Nem látok nagyobb pénzeket. Hát, de ha most az történt, hogyha egyedül a 4 számot eltalálod. De 4-esre sose vagy egyedül. Hát igen, de azért arra nem számít az, hogy van az 50 darab nyertes, és 1,5 milliót kapsz. Igen, az csalódás lehet 1,5 milliót nyerni? Tehát ez az a pont, amikor... Szerintem az. Hát gondolj, egy szám, abba beleőrülsz. Egy szám kellett volna még, hogy meglegyen a, nem tudom, x milliárd. 2,4. És azt mondja, hogy itt van 1,4 millió. Kicsit a lakáshitel, kicsit a rezsi, kicsit felújítod a kocsit, azt el is ment. Tehát azért azt nem olyan nehéz elkölteni. És keresed a bűnbakot, és tudod, eszedbe jut, hogy hát igen, hát mindenket töltöttük ezt, és azt kérdeztem, hogy mi legyen, 60 vagy 78? És legyen szerintem a 78, és valaki neked rosszat mond, igen. Tudod. Fú, az nagyon, az de nagyon most még kemény. Mondom, azzal is terhelt a dolog, hogyha egyedül csinálsz 4-est, az 77, de most annyi volt, mint az állat, és ezért lett 1-5. Azért az nagyon kemény. De az 5-ös nem vitték el. Nem. Az 5-ös nem vitték el. 2,6 milliárd, azt hiszem, azt következő hónapban. Az már azért eléggé barátságos. Az nagyon jól hangzik. Figyeljetek! Na! Most engem nagyon foglalkoztat egy gondolat, minden reggel látom, hogy itt eljön emellett a gyönyörű szép stadion mellett, hogy fel van gyújtva a lámpa. Hogy mi a jó Isten érte? Vagy olyan szép zöld a fű, hogy ennyire világít? Vagy én nem vagyok benne biztos, hogy ez nem egy ilyen fűnek szóló, ilyen igen? Lilás UV világítás a fűnek. Ja, hogy nőjön a fű. Lilás nem lehet, hogy frod. Az is igaz. Akkor nem a füve, nem, az nem egy melegítő? Tehát az nem egy hogy olyan azt látott a világításnak, amivel egyébként egy bizonyos hőfokon tartják a füvet? Mert egyébként baromi hidegben egyébként szerintem tönkre mennek. Kap egy fényt, és a fény akkor az melegíti. Infra. Valami, igen, én úgy láttam, hát, de ezt lehet, az nagyon high-tech lenne. De ezt nem alulról fűtik? Hát, valamivel biztos vigyáznak. Igen, tehát az alá van csövezve az a gyep, és azzal akadályozzák meg, hogy hát elfagyjon. Aha, azzal megakadályozzák, de a fősővel, amit Balázs mond, azzal növesztik. Aha, ja, igen. Vagy, hát, vagy a fűtés annyira, de annyira profi, már, hogy már világít is. De hogy látod égni a lámpát, és idegesít, hát hogy miért hát ég a lámpa. Nem, én nem aggódom az ő rezsijük miatt, mert nem nekem kell kifizetni, csak hogy azért az elég sokba lehet, hogy itt virít. Hát ez az utolsó mindig elfelejti lekapcsolni, nem lehet, hogy nem öltöznek, zuhanyoznak, és jön az utolsó, ki van írva nagy lámblák, az utolsó olcsára lámpa. Utolsó villany, lekapcs! És nem tudja, én vagyok az utolsó, vagy most még, vagy ez az zuhany, ez nem, ő még nem zuhany. És soha nem kapcsolja rá a lámpát, lámpát, igen. De én is szoktam látni, jövök be autóval, mindig ég a lámpa. Vagy ez kinek szól, a mi írőránó másnak? Tehát, hogy így fölülről látható.
De érdekes, hogy csak belül ég, tehát hogy nem lehet optikai tuning a kívül elhaladóknak, hogy lássák, mert nagyon be kell nézned a falak között, hogy lásd, hogy belül ég a lámpa. Tehát nem ad hozzá stadion látképéhez kívülről, mert belül ég. Hát nem sokat. Ne, sokat nem, mert nem látod. Van. Annak egyébként ez azért, is lehet, hogy éjjel-nappal készülnek. Így van, jók legyenek, éjjel-nappali edzés. Uh-huh. Mikor lesz a Liga Kupa döntő? Vagy egyáltalán? Ne kérdezzél ilyeneket. Ja, tudom, jó, nem, csak Roger, mit játszott Dubajban? Na, Gyoko ellen hány szettet, hány gémet, mind hányadik ászt ütötte be, milyen rekordokat döntött meg újra, de egy Liga döntő, hát az életünk rövidebb, hogy ilyet. Egyáltalán ezt a szájunkra vegyük, vagy ezzel foglalkozzunk, nem, hogy magyar futball, hát az... Nem? Liga, van egy Liga döntő? Van, az van, az van, döntő van, van Liga is, és akkor így a kisebbik, van a kisebbik Isten. Kupa, ahogy szokták mondani. Úgyhogy mondani, nem azért tényleg, én sem aggódom miattuk, biztos azért egy pár forint lehet, de hát... Szerintem én arra tenném, hogy a fűvel, az összefüggésben van a fűvel. Az nagyon gizda lenne, hogy csak úgy égne a lámpa. Miért nem? Na, és hogyha a portás is az UFO-kban is azt gondolja, hogy ez egy leszálló pálya nekik, ez egy nagyon elfogadható magyarázat egyébként, Feri. Ezt még nem jutott eszembe, ez egyébként könnyen megtörténheti, ez is lehet. És azt írja Anna, hogy a karimája viszont szépen világít így a belső világítással, tehát kifelé is sugározza. Aha, tehát hogy akkor csak a látvány kezdődik. Design, aha. Hát hogy vedd észre. Ha nem tudnál róla ebben az országban, hogy van ez a stadion, vagy is fedett sportlétesítmény, akkor meglátod oldalról. Jó. Jó, ez egy elfogadható érvény, azt gondolom. Hát gyerekek, csupa rejtély ma reggel, nem? Tele vagyunk rejtélyekkel. A rendőrök, a világító, a világító. Igen, Bugi dala, a világító, Ferencvárosi stadion, és a nem is tudom. Rengeteg csomóan minden. Azt írják tényleg, hogy naposztatják a füvet. Mondom én, hogy ez műfény, ne szórakozzatok. Mondom, én erre tenném, hogy ott az annak égnie kell, hogy valamit csináljanak a füvel. Igen. Hát nem olyan világítás. Ez. Ja, hát lehet, hogy az éreportás aztán köröm, és leszorja még D-vitaminna, vagy valami, hogy így kiegészítse ezt a műfényt. Na minden gyerekek, más valami hétvégén a világító Fradi pályán kívül, valami, semmi? Hát srácok, csak a kerti munka, egy picit még a vadon gymet feldobtam egy csigás hátgéppel otthon. Őrület. De csigás? De csigás. Nem kígyós. Na, vicces. És hol a csiga? Mit? Hol a itt van, ide mi az a csigás hátgép? Hát van, mert ez egy ilyen. Egy ilyen kis vecce, persze, nagyon, nagyon drága eszközről van szó. A maga idejében szerintem lehet legalább 13 000 forint. Csak szerte, most már hely is van. Most már hely is van, hogy fölrakjuk, hogy is fölfúrtam. Ja, ez megvolt. Persze, hogy gyere át hakasz. Edzeni? Hát a kertet megnézed, de ez a csigás hátgép engem a strandfazont rakjuk rendbe, Feri. Jó, de ez borotvával kell a strandfazon. Az is van. Te tudod, mi az a csigás hátgép? Persze, hogy tudom. Hát csak én vagyok csigás rendszer. Zsül, te tudod, mi az a csigás hátgép? Hát le kell hát az a hátazógép. Több fajta van. Így is tudod húzni. Hát mögé is tudod húzni, attól függ, lerakod. Itt is van egy kimenete, fönt is van egy kimenete, gondolom én nem. Ennyi. Vagy nyak mögé húzol, vagy evezel vele. Aha, érdekes dolog. Jó, hát ebben azért ezen ne tör magadszal, hogy ezt mutatni. Ebben azért elég sok minden, eleve a sportban sok minden újat lehetne mutatni. Ennyi. A gyúráson belül a csigás hátgében is sok mindent lehetne újat mutatni, engedd el. Ha jobbra nézel, a legjobb, ha kijössz belőle. Balázs, elmélet és gyakorlat, Zsül, elmélet. Tehát, hogy bármikor, bármit kérdezhetsz tőle. Itt azért van rutin is, mert én még utálok gyúrni, de ebbe tudom, hogy a csigás hátgép, persze. Csak azért kérdezem, hogy és hova fejlődik még a vadon gym? De hova? Várjál. Igen, tehát hogy mi lesz még, amit fölteszem? Eleve nem gym, hanem gym, tehát nem bugi, hanem bogi. Érted? Bugi. Ezt is, hogy... Ő már csak bugi legyen. Bugi parfüm című dala. Szabadon, Jim, kitől Márci? Lassan belépődsz magadtól? Egyébként tényleg. Igen? Igen, de VIP belépőn van. És korlátlan, bármikor használhatom. Ha a gyerekek, én olyan jó helyen voltam tegnap este, hogy ezt el se hiszitek, felújították az egyik fürdőt, most direkt nem mondom, hogy nehogy azt gondolják, hogy reklámot csinálok neki, és elmentem egy barátommal egy két-két és fél órás szauna 9 fokos vízben való úszkálás. Tervezett volt, vagy nagy volt a gőz, és nem találtatok ki? Nem, abszolút tervezett, hogy föl volt délután, hogy figyelj, menjünk már, mert felújították a fürdőt. Hát gyerekek, ez szenzációs. Tele van külföldivel, olyan csajok vannak, hogy egyébként az agyadat eldobott. Hol van ez? Ez az Erzsébet híd és a Szabadság itt között. Felújították, és brutálisan jó. Nem olcsó, tehát finoman beketyeksz azért, ha szeretnéd a szauna világot is igénybe venni, meg a termárészt is, akkor egy ilyen öt félből úgy beketyeksz.
Tehát, az csak a belépő? Vagy hát az a minden, ne. Van valami. Abban nincs bum-bum finish azért még a végén. Az a mindent igénybe vesz. Tehát a szaunavilágot, a gőzt, a termálmedencét, a különböző fürdőket, meg stb. Az egésznek nagyon jó hangulata van. Este 9-kor ülsz ott, vagy 8-kor, tele külföldi fiatalokkal, jönnek, mennek, vonulnak, brutál szép a szauna, brutál jó a gőz, ott voltunk egy 2,5 órát. Fú, nagyon-nagyon szép lett. Nekem az volt a benyomásom az ilyen fürdőkről, hogy öreg heráztató, ilyen idősebb bácsik sakkoznak félig elaludva a meleg vízben. Aha. Nagyjából ezt gondoltam, és hogy ez. Az új tapasztalat az, hogy fiatal herék. és hát a fiatalként megérkezek, kicsit rondán néznek rá, ha fölököd a saktáblát, meg akarnak verni, és tizen állnak bent így a félmeleg vízbe, belepisilve, leázott bőrdarabokkal, soha úgy nem jönnek ki onnan. Nagyjából... Hú, de kedvem lett menni. Nagyjából ezt gondoltam ezekről a fürdőkről, mert 10 éve ezelőtt még voltam, és akkor még ez az ágyék kötős dolog volt, ahol a feneket kilátszott, a töködet meg eltakartad egy ilyen kis ágyék kötővel. Uh-huh. És most már nincs, most már ágyék kötő sincs. Mondta, hogy biztos akarjuk mi ezt, és mondta, hogy higgyem el, hiszem, ez már nem ilyen. Elmentünk, és már nincs ágyék kötő. Nincs ágyék kötő, az időseket szerintem áttették valahova kívülre, vagy Szecskába, vagy kitelepítették őket, nem tudom hova. Csak fiatalok vannak. Nem itt a baj lenne az időseket, csak régen mindig ott ültek a Szecskába, és sakkoztak. Megvan? Hát vagy ez már a gyógyvíznek a hatása. Vagy már a gyógyvíz hatása, hogy meggyógyultak, lecsúsztak a korláton. Figyeljetek, zseniális. Nagyon jó. Zseniális. Ha ez az, amire én gondolok, én nagyon örülök neki, hogy végre befejeződött a felújítás, meg egyáltalán hozzányúltak, mert ott volt ugye az a rész, ahol ugye fejtették le ezeket az ásványvizeket, meg ott gyártottak mindenféle ilyen üdítőket. Na hát az, tehát hogy így mentél el a busszal mellette, és így azt vártad, hogy valamikor az ott összetől, beomlik, leszakad, nagyon-nagyon cikin nézett ki, és ráadásul ugye Budapest egyik legszebb része az is. Az is, hogy felújítás. Nagyon szépen megcsinálták. Hogy az kellett. Az nagyon kellett szépen megcsinálták, és mondom, rengeteg külföldi, rengeteg fiatal, úgyhogy lehet a víz alatt buvárkodni. És oda úsztál egy buffasz, hogy jaj, bocsánat. Nem ilyen nyomorult dolgokat nem csinál. Jaj, elvesztettem valamit. És a sakkört elköltöztették? Tessék? Nincs is. Micsoda? Sakkör. Sakkör nem volt. Szerintem a sakkörösök egy kicsit arrébb vonulnak, mert nekik ez most sok, hogy sok megy a vircsap, fiatalok ott kiabálnak, jönnek, mennek. Ja, és akkor mondom, hogy lehet menni éjszaka is, tehát úgyis van 8-tól bezárják, 10-kor újra kinyit, és 10-től hajnali 4-ig megint mehetsz egyébként. Te péntek este elmész drinkelni kicsit a haverokkal, és akkor lefűzöl ott, úgy éjjel egy fél egykor, még bedobod magad ez a szecskával a melegbe. Úgy, fiatalok a meleg vízben. Úgyhogy jó, tényleg szépen megcsinálták. Ott mulattam az időt tegnap este, na jó tett. És a hajléktalan jacuzzi? A Gellért előtt? Azt nem próbáltátok, nem álltatok meg arra felé. Nem néztetek meg? Hát azért a Dunában nem megyek be, még ha meleg víz is jön. Sokan vannak, az felújított a P-verzió. Lehet, hogy az idősek ott sakoznak, arra gondolsz? Oda száműzték őket, szegényeket? Nem tudom, eltűntek a kis ágyékot, és lehet, hogy a Gellérben vannak, hogy nem tudom. De nagyon olyan jó, amikor ilyen szép. Ugye egy fürdőváros vagyunk, tele vagyunk termálvízzel, stb. És ezt úgy szépen megcsinálták. Úgyhogy nagyon érdemes tényleg mindenkinek menni, nem olcsó, de szép lett nagyon. Mondjuk van egy másik is, amit nagyon szépen megcsináltak, azt egy ideje ott áll. Az Erzsébet hídnél van szinte, nem, hogy mész föl ott a Tabán mellett. Igen, és ez nincs megnyitva? Nincs, ott valami átvevési probléma van még. Pedig azt is gyönyörűen megcsinálták. Nem találják az ollót a nemzeti színűszalag átvágása. Igen. Kérdezi valaki, hogy a vízora leolvasóval voltam-e. Nem voltam vele, ott volt ő is. De ott találkoztunk. Összefutott ott. Ott találkoztunk, igen. Ott ült mellettem a jacuzziban. És azt mondta, hello. Sokat locsoltál a nyárat. Kérdezte tőlem, igen. Na, elkezdjük ez az újabb hetet, jó? Friss játékosokat kérünk, mondom Annának. Nem 3 hete leegyeztetett fél ismerősök. Azok, akik ma írnak nekünk, ők jelentkezhetnek játékra és adásba is kerülnek, ezt tudjuk garantálni. Jó, úgyhogy lehet jelentkezni játékra. Fekete Fél igen, nem, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 perc, múlva pontosan 7 óra, hello mindenkinek. Jó reggel, drága hallgatók, itt vagyunk. Azt mondja, hogy Bajcsi Zsilinszky úton az ő utcánál, vagy ó utcánál, csak ékezett eljött, új trafipax van, akkor mégiscsak kint van. M3-as Budapest felé 205-ösnél van egy trafing, és rengetegen jelentkeznek játékra. Mert hogy új hét, ugye? Így is van, 7 nyerthetünk, van egy döntetlen hét, és akkor most pedig már meglátjuk, hogy mi lesz. Meglátjuk, hogy mi lesz már, itt is van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a válasz. Hmm.
Na, megnézzük. A játékosunk, aló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Ha-ha. Hello, Szilvi! Sziasztok! Hello, hol vagy, Szilvi? Honnan hívtál minket? Budapestről. Budapestről. Már úton vagy? Vagy mit csinál? Úton vagyok, igen, megyek dolgozni. Mit dolgozol? Rendőr vagyok. Né! Szilvi, ezredes! Akkor te tudod, miért vagytok ennyien az utakon most? Valószínűleg. Na, mondj valamit, miért van ennyi rendőr? Hát ez, azt hittem, hogy éjszaka majdnem megtámadtak minket, vagy terrorfenyegetés, hát minden sarkon áll egy rendőr. Nem, ez általános jelenség. Nem. A rendőrök mindig éberek. Jaj, ne hülyítsél már, ne nyomd ezt a hülye szakszolgálati dumát. Tehát ennyi rendőr nem szokott az utakon lenni. Ennek ma valami különleges oka van. Azt mondják, hogy blokád lesz, vagy hogy valaki elmaradt tegnap egy tüntetés, és akkor lehet, hogy ma lecsapnak ránk is. Jaj, arról nekem nincs információm. Megmondanám, ha tudnám tényleg, de nem tudom. De mit csinálsz a rendőrségen? Én a közigazgatási eljárásokkal foglalkozom, úgyhogy én nem kint teljesítek szolgálatot. Hát akkor azért ne, de te is látod, hogy mennyi rendőr van. Láttad az utakon most? Én minden nap látom. Hát igen, mert erre vagy kihegyezve. Nem mondd már, hogy nincs egy haver, akit fel tudnál hívni, és meg tudnád kérdezni tőle. Mondjátok már meg, miért vannak ennyien? Lajos, miért vagytok kint? Lajos, mit csináltok odakint? Szilvi, kivel szeretnél? Jó, kivel szeretnél játszani? Ferivel. Jaj, de jó ötlet. Ferivel. Jól van. Felkészültél, Szilvi? Bízunk benne, igyekszem. Na jól van akkor. Három, ja nem, Jani? Hajrá! 3, 2, 1, fire! Egyenruhában kell járnod, Szilvi? Civilben. Kizárólag civilben helyezitek szolgálatot. Akkor mindegy, miben mész. Teljesen mindegy. Most szoknya van rajtad. Szoknya, sosem hordok. Aha. Szeretnék kérdezni? Kérdezhetek. Tessék. Mit főztél Feri a hétvégén? Semmit. Vendégségben voltunk. Kihagytam. És ott mi volt? A rántott hús. Szereted? Jó, nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Te főzöl? Főzök, igen, minden hét. Köszönöm, ott a vége! De pedig nagyon jól játszott te, Szilvi. Ügyes voltam. Köszönöm. Pedig tényleg jól játszottál. Ugye én azt hittem, hogy ez ilyen flottul végigmegy, mondom, ez nagyon szép játék. Régen dobtuk. Volt ilyen ügyes játékosunk. Dobtuk, húztuk, kérdeztünk, válaszoltunk, jó volt. Nagyon izgultam. Majd legközelebb biztosan sikerül. Legközelebb. Hát, ha lesz legközelebb. Bízunk bennem, én sosem játszottam, úgyhogy te majd. Legközelebb. Jó van. Leteszünk, mert nagyon zajos a vonal. Köszi, Szilvi. Köszönöm szépen, ciao. Szia. Hello. Ez az! Jó az a csend. Ja? Ez az. Jaj, de jó volt. Nagy káoszon az annyira sok, így fülesen keresztül. Szép volt, Feri, ennyi. Hát hozod, amit hozni kell. Köszönöm, gyerekek. Hát megindultunk. Bevertük a hétfőt. Nagyon jó. Így kell ezt csinálni. Nagyon jó. Sokkal jobban indul a hét, mint a múlt hét. Na, akkor ugye én elbuktam. Buktával mentünk. De azért egy döntetlen csak kijött a végére. Egy null. Jó. Na, jól van. Tízes út Csolymári nagy áruháztól Stauwes Tibi küldte nekünk, hát a tízes út reggel mindig. Az M6-os Pécsfélé a 90-es kilométernél van egy karambol, tűzoltók mentők, a dugó alakul. Ezt Kami küldte nekünk, köszönjük szépen, és a 205-ösön is van egy trafi az M3-ason, a 205-ös kilométer környékén, úgyhogy mindenki menjen ott is lassan, gyerekek. Sok a rendőr, vigyázzatok, vigyáznak ránk, ne hogy blokád legyen, ne hogy tüntetés legyen, megtudtuk, ezért van minden sarkon rendőr, rengetegen írják nekünk ezt SMS-ben, kint vannak éberek, és vigyáznak ránk. Ez nagyon jó. Ez jó érzés. Nekem egy biztonságérzetet ad. Mikor mész hazafelé, csak lenézel a villamosról, és látod, hogy itt vannak, a baj lenne, már jönnének menteni. De ugye? Nincs baj. De nincs. Mert ott vannak. De ha az lenne, nem lenne, mert ott vannak. Így van. 5 perc, pontosan 7 óra újra meghallgatjuk a legfrissebb híreket, és aztán jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. Ez a bogi most nem az a bogi. Ez a bogi egy másik bogi? Igen. Aha. És akkor van a bogi meg a bugi. Igen. Vagy van a bogi meg a bógi. Igen. És ez most nem az a bogi. És amikor a bogi énekel, akkor nem érzed a bugit. És
amikor a bugi ének, akkor megint csak a bugi. Hát mert nem ének elő. Aha. Ha nem a bogi. És ez most ez a bogi, old bogi, ez a régi bogi volt. Old bogi? Ez az old bogi. És jön az új bogi, aki már kiütött a régi bogi. Aha. Tehát most két bogi öli egymást. Jézus már, ez bogizza már ki nekem valaki valaki. De ő egyés. Várjál, rábogizok az interneten. Hallod, légy szíves. Boglizok. Rábogizok az interneten tényleg, hogy most akkor mi a fene van. Most már csak úgy kíváncsiságból tényleg valamikor hallgassuk már meg majd a Buginak ezt az Eurovízióra kiutott dalát. Kíváncsiak, hogy melyik dal ment ki, mert nem néztem ezt a műsort. Viszont nagyon szerettem, hogy a közmédia honlapján összekeverték a Lilut a Tatár Csillával, az megvan nektek? De a Lilu képét tették föl, vagy lelilúzták a Tatár Csillát? Lelilúzták a Tatár Csillát, azt írták, hogy élő egyenesben közvetítettek a dalnak a döntőjéről. És azt írták, hogy 20 óra 16, 20 óra 28, és írták, hogy mit tudom én, az Index szokott, hogy a Velvet, amikor közvetítünk egy való világ döntőt, vagy bármit, sztorigálat, és kijött Lilu a színpadra. 20-ra 28, Lilu lezárta a szavazást. Oh. Az milyen? Nagyon nagy. Hogy ez egyikőjüknek se jó. Tehát ez szegény Lilurak se jó, és szegény Tatár Csillának se jó, neki még rosszabb. De az írónak se jó. Tehát ez senkinek nem jó. Én sem örülnék, ha összekevernek. Tilla Tillával, az azt jelenti, hogy mind a ketten totálisan összekeverhetőek vagyunk. De nem lehet, hogy együtt nézte az újságíró a dalt és a VV-t. Nem akkor volt VV zárás? Nem. Az is most itt tegnap volt. Tegnap volt. Ez még tegnap előtt volt. Tehát leírták, hogy Lilu lezárja a szavazást. Igen. Lilu lezárta a szavazást. Nem az biztos, hogy kedért ő is. De, otthon kell. Tehát, hogy a honlap írói se tudják, hogy ki a műsoruk műsorvezetője, azért az nagyon kemény. Azért az egy nagyon kemény élethelyzet. Nem, Lilu lezárta a szavazást. Nézték ott a monitort, messze volt, ott képelni kellett. Nem tud, rángatta a laptopot, nem tudta közelebb vinni, mert be volt dugva. Nem tudom, kiúzni a kettőző lemezet. Lilu, ír be Lilu. És beértek, hogy Lilu. Ezt az Index írta meg először, hogy ezt többenetünk. Nem tudom, ők egyébként nagyon ügyesen csinálják ezeket, így kiszúrogatják, hogy mi van a közmédia honlapja, és ahhoz képest mi történik a műsorban. De azért, és meg be is satoltak egy képet, hogy Lilu, aha, így néz ki, Tatár Csilla, ha valaki esetleg még nem látta volna őket. Szóval azért az nagyon kemény. Az nagyon kemény. De aztán ugye hát rájöttek, hogy Tatár Csilla, ez nem tudom, mikor javították. És javít? Biztos, hogy bejavították, hát nem tudom. Az a korrekt, hogyha áthúzzák, vagy zárójelbe teszik, de ott hagyják. És akkor mellé írják. Pocs. Igen, elnézést. Gondolom, leszették. Na mindegy, szóval nem ez a bogi nyerte az Eurovízió. Aha. Gyerekek, engem van hova fejlődöm, úgyhogy segítsetek. Uh-huh. Jó, hülyeséget. Uh-huh. Hülyeséget mondok. Bemondtátok az M6-oson a balesetet? Én akkor jártam 62-es kilométeren, és nem volt baleset, azóta sincs Pécs felé, Petya küldte nekünk. Aztán mérnek a jardok a Bajcsin kifelé az Arany János metró megállónál, ezt Totti üzeni. És Árpád-híd közepén a szigeti kijárónál Buda felé valami ördöngős rendőrműszer autó tetején figyel. Hú, gyerekek, nagyon vigyáznak ránk. Újpest központnál nem működnek a jelzőlámpák, mindenki óvatosan menjen. Bati Ati küldte nekünk, tízes út Solymári nagyáruháztól pedig végleg meghalt. Ezt Tibi üzente, köszönjük szépen. Hát, ha működnek is, tök mindegy ennek az országnak, vagy egy részének. Tegnap a Nagy Lajos Király úton haladtunk gépjárművel, csak egy rövid sztori, és van a kiegészítő lámpa, tehát van a piros, sárga, zöld, és mellette van egy kiegészítő lámpa, egyenes nyíl. Ugye ilyenkor az történik, ha a zöld nyíl világít, akkor te abba az irányba, amerre a nyíl világít, arra mehetsz, függetlenül attól, hogy piros az egyébként. Hogy mit mutat a fő lámpa. Amikor telezöld, akkor meg minden. A telezöld, akkor mehetsz jobbra, balra, előre, ilyenkor hátra. Csak arra, merre, anyu. Ilyenkor csak arra. Ezt meg én is tudom. Na tessék, te tudod, de az, akinek jogosítvány van, az nem tudja. Állt a sor, ment volna mindenki egyenesen, és hát először azt hittük így, azt hiszem ötödikek vagy hatodikek voltunk a sorba, hogy le akar kanyarodni jobbra vagy balra az élen álló autó, ezért nem indul el, mert ott nagyon hosszú ideig csak egyenesen lehet menni a Nagy Lajoson, az egyik kereszteződésben a kis zöld nyílnál. És már mikor kiszállt a mögötte lévő autós, mert nem indexelt az emberünk, és a hangos szóváltásba keveredtek, hogy mi a... nem indulsz el, mondta a csávó, aki szintén kiszállt, de várja most, hogy a legjobb, miután üvöltöztek egymással egy darabig, majd mindenki visszaszállt a kocsijába, megvártuk, amíg telezöld lesz, és elindult az emberünk egyenesen. Na ott, amit kapott, óriási volt, mert ugye mindenki azt gondolta, hogy lesz, kiszáll, én nyilván nem szállok ki, vagy nyilván lefordul jobbra,
és akkor azt vártuk, hogy megbeszélték kicsit vehemensebben, hangosabban, mint kell, de megbeszélték, hogy jobbra megy, visszaül mindenki, és jobbra, és a csávó elindult egy, na ott mindenki viszont. De egyébként azt nem értem, hogy miért van azonnal lincs hangulat, tehát nem lehet rosszul, nem nézheti el a lámpát, nem fulladhat le, tehát nem is értem ezt a magyar virtust egyébként, de miért kell azonnal megölni valakit, aki nem indul el egy zöld lámpánál. Ebben igazad van, egy kis dudával jelezte a mögötte álló, egy rövid. Igen? Tink. Ennyivel, hogy zöld a lámpa, mehetsz. És nem indult el az illető. Ekkor volt két rövid nyi-nyi duda, hogy akkor most megint mehetsz, és akkor legalább azt várja, érted, hogy kiteszi az indexet jobbra, az irányjelzőt, hogy vagy balra, amerre menni akar, és ő azért nem indul el, mert egyenesen mehetne, de ő le fog fordulni. Nem volt indexelés, ekkor szállt ki a mögötte lévő, akkor már kicsit dühös kolléga, bekopogott az ablakon, hogy tesó, el kéne indulni, mert ez még sokáig lesz zöld egyenesen, akkor kiszállt az érintett is, az illetékes, megbeszélték, se nem volt szóvá. Mit mondhatott az illetékes, hát, hogy miért nem indult el? Azt láttam, hogy vehemensen beszélgetnek, de visszaszállt mindenki. Én azt hittem akkor, hogy megbeszélték, hogy figyelj, tesó, ne haragudj, nem működik az irányjelzőm, de jobbra fogok menni. Visszaszállt mindenki. De nem. De nem, mert itt jött nem a derült ki az irány a beszélgetésből, csak az valószínűleg, hogy hát nekem te nem mondd meg, hogy én mit csináljak. Én, majd mikor... de majd megmondom, mert én is itt nem, te nekem te nem mondd meg. A szállja vissza te. Mindenki visszaszállt, és ekkor azt hittük, hogy... Mi van? Na, mi van? Mi van? Na, körülbelül én is ezt láttam az arcok, és akkor azt vártad, hogy le fog fordulni valamerre, de nem, csávó elhajtott egyenesen, na, utána menni. De nem lehet, nagy hogy már dacból hajtott, én sem fordultam volna azt le. Azt mondta, hogy tudjátok, akkor menni. Inkább megyek lelkem egy nagy kört a városban. Megér az egész, hogy ti szívromat kapjatok, vagy szétduraljon az agyatok az idegeskedésre. De tök igazad van ebben, hogy ezeket miért nem tudjuk normálisabban kezelni. Én nem szoktam, én soha nem dudálok rá. Én sose tudom, hogy mi van, tudod, lefullad, bajban van, nem tudja beindítani az autót. Nyilván nem azért nem indul el, mert hülye. Tehát valami oka van arra, hogy nem indul el. Én őket nem szoktam bántani, sőt, ha mögülem rám dudálnak, akkor én fölteszem a kezem, hogy nem, nyugi, nem én voltam. Nyugi, nem én voltam, mennyiért csináld, megoldom, vagy kikerülöm. Tehát valahogy megsajnálom, kevés ember sajnálok közlekedésben, de a piros, a zöld lámpánál elindulni nem tudókat, ott valahogy ilyen nagyon erős részvételt érzek hirtelen. Meglepődi, hogy honnan jön ez a fura együttérzés belőle. Neked is lecsúszott sűrűn a lábad a kuplungról, Andor, és lefulladtál, biztos ez lehetett. Álltam én is elég sokat, igen. Azért, ha jobb őszinte, a dudálok nagy része az olyan, hogy azt várja tőled, hogy olyan reflexeid legyenek, mint Kimi Räikkönennek. Tehát, hogy még tudod, még egy század másodperc óta a zöld, és már dead! Tudod, már nyomja, mint az állat. De ki rajta van. Már, csak azért, mert nincsenek olyan reflexeim, mint hogy Forma 1-es pilótának öreg, csak ezért, semmi másért. Tudod, tehát, hogy szinte azt várja, hogy zöld, és már az ő keze már rajta van a dudán, és tudod, mint ha valami, nem tudom, hogy egy vízműsorban lennének, kinyomja meg először a gombot, hogy válaszolhasson a kérdést, tudod, figyeld, és akkor... És már nyomja a dudát. Jó, mondjuk azt abban, most tényleg azért legyünk már őszinték magunkhoz. Zöld lesz a lámpa, kuplunk be, egyes, fölenged, kicsi gáz elindul. Így kell menni, szerinted? Vagy amikor már zöld a lámpa, tehát a sárga alatt neked már egyesbe kell lenni, amikor zöld a lámpa, akkor elindulsz. Na, melyik? Tehát zöld a lámpa, akkor kezdesz el gépészkedni, vagy akkor már mész? Nekem automata van. Jaj, tudtam, hogy jaj, Isten, nem rólad beszélek, hanem így annak, akinek nem automata. De mi zöldre vált a lámpa, akkor ebbe rakod egyesbe, aztán nem, elindulsz. Nem, akkor elindulsz. De zöld az nem. Nem. Hát a zöld az indulás. Hát berakom egyesbe, azon egy másodpercen mi múlik? Hát berakom nem egyesbe, és elindulok. Nem egy lesz, hát de egyébként lesz. Te mivel vagy hátrébb, mondd meg nekem. Na most mondd meg nekem, hogy te mivel vagy hátrébb, hogy egy átérni mind nem érsz át, hogy ott állsz mögötte. Ha nézd meg, ha pont olyan, például, ahogy én megyek haza a Lehelen, a körútra lehet menni egyenesen, a Lehelen végig, és el lehet kanyarodni balra. Na, ott szokott az történni, kérlek szépen, az egy viszonylag rövid zöld, hogy megjön a zöld, még akkor valaki bealszik az elején, elindul, majd azt látod, hogy minden autó úgy megy át a kereszteződésben, hogy közöttük három autó elférne, mert képtelenek fogunk elindulni így egyszerre. És te mire odaérsz, addigra pont pirosat kapsz. Pont piros lesz, így van. Azt értem. Jó, de azon a pillanaton, utána, ha te dinamikusan elindulsz, egyes elindulsz, azért nem múlik. Ha 8 másodperc alatt indulsz, ott van a nagy baj, nem tudod, az egyes, hármas barakod, lefullasz, tehát az a durva. Na, melyiket kell benyomni, fékja, kuplunk? Én üresben állok a pirosnál, amikor nekem, tehát én nem teszem egyesbe, és várok ott, lenyomott kuplunk, egyes, kimélem a bal lábam, üresen állok. Uh-huh. Behúzom a kézifékét. Na, de már a sárga? Kimélem a bal lábad? Hát ugye ki kell nyomni a kuplungot, ha sebességben van. Hát kimélem a bal lábam. Kimélem a bal lábam, persze.
nagyon jó. Hát ugye, mert ugye egyébként be van nyomva a kuplunk a sebességben, vagy ki van nyomva. Ugye így igen, mondják, de milyen hülyeség, hiszen be. Hiszen be van nyomva. Tehát zöld a lámpa, kuplunk, egyes, elindul. Ezzel szemben Feri, ott áll ugye a lámpánál. Gyűrödik már alatta az aszfalt. Persze, hogy lenne fulladjon azért túlráztatni. Most ez van, inkább mondom én. Feri, nincs alapjáratod? De ilyen van. Ilyen alapjáratod. De érted, amikor sárga, akkor beteszed zöld, akkor elindulsz, nem? Hát figyelj, ember válogatja, nem tudom. Én mondom, én nagyon sok mindenkivel elég kritikus vagyok a közlekedésben, a lámpánál el nem indulókat én valahogy egy pillanatot meg tudom sajnálni. Most átérzem, hogy ott valami nagy káosz van az autóban, és azt tudom, hogy mögötted állnak 28-an, az nagyon nyomasztó, hogy nem tudsz elindulni, és úgy kicsit megsajnálom. Nagy abaj, igen, leesett az a fél banán a lába közé, amit éppen majszolgatott, és nem találja. Fél banán, hát nálam nagyobb autóban evő, az nem is ismerek olyat, aki nálam jobban tud enni. Tehát én úgy adom hátra a lekváros kenyeret a gyereknek, hogy még megkennem orra. Tehát te ananászt hámozol közben. A gyerekek, hát muszáj, hát az autó egy élettér, tehát ott egyszerűen élni. Ott élni kell, miatt eszünk, táplálkozunk, társasjátékozunk, mert rengeteg mindent csinálunk az autóban. Na, egy érdekes hírt találtunk, és erről beszélünk, hogy egy év próba időre bocsátotta a kaposvári bíróság azt a tornatanárt, és most nem kifejezetten az ítéletről akarunk beszélni, mert az is egyébként megdöbbentő, de nem ismerjük annyira az ügy körülményeit, hogy ebben mi nagyon belássuk magunkat. Mindenesetre egy év próbaidőre bocsátották azt a tanárt, aki megpofozta és ököllel többször megütötte egy 15 éves diákját, mert a fiú eldobott egy labdát. Első olvasatra is kicsit heves reakciónak tűnik azért ez itt ebben a formában, nem? Ököllel ütés, ez nagyon durva. Ököllel ütötte, hogy most mi az oka ennek a meglehetősen gyenge bírósági ítéletnek, ezt nem tudom, ez önmagában is meglepő egyébként, hogy egy tanár megveri így egy diákot, hogy ököllel megütés megpofozza, és ennek ellenére próbaidőre bocsátják, ez megdöbbentő. De legyünk őszintén, mostanában azért a bíróságnak volt egy-két megdöbbentő. Gyerekekkel kapcsolatosan pedig főleg. Gyerekekkel kapcsolatban. Gondolunk, de gondolom. Ez felháborító. Igen. Szerintem felháborító ítéletek vannak egész egyszerűen. Ez is az, de nem ismerjük annyira az esetet, hogy erről hosszan ítélkezzünk. Viszont arról érdemes beszélni, hogy mit tehet egy tanár, amikor ilyen diákkal találkozik, mit tettek a mi tanáraink régen, illetve mit csinálnánk, ha tanárok lennénk, és helyén van-e az, nyilván nincs, hogy megpofozza és ököllel megüssön egy tanár egy diákot, mert eldobta a labdát. Ez tornaóra volt, vagy bekeveredett egy matekórára egy labda? Tornaóra, kidobós hoztak, és a srác már korábban kiesett, leült a padra, és amikor oda került, illetve oda pattant hozzá a labda, nyilván véletlenül, akkor ő arrébb dobta ezt a labdát, hogy a csapatának időt nyerhessen. Aha, tehát és a tanár élelmes ugye, volt a fiú. Hát aha. Igen, mondhatni. Hát így volt egy kis vásodság, egy kis zsiványság benne, de ugye a tanár úr meg nem annyira értékelt ezt a zsiványságot, odament, és ugye gyakorlatilag megverte. Megverte a diákot. Fölhúzta magát a tanár úr. Nem igen. Tudom, hova pattant a labda, azt picit tudjuk, hogy kitört reagáltam. Egy ablakot a torneteremben. Nem, semmiről nem lehet leverte olvasni. A kóláját, vagy a kávéját a pultról. Nem, valamiért a tanár úr igazságérzetét nagyon bánta ez az elpasztolt labda. Most nyilván tanárként már ötödjére szólt, tehát nem tudjuk az esetet, abban igazad van, jól elmondtad igen, a dolgot. Igen, egy konkrét esetről beszélünk. Igen, de hogy már ötödjére szólsz ennek a gyereknek, már a plafonon vagy, nem akkor, a srácot így sem, van, nem akkor tudjuk, sincs felmentés erre a dologra, de azért vannak szerintem olyan pillanatok, amikor így megindul a kezed. Tanárként. De nem jó ez, csak azt mondom, hogy lehet, hogy van előzmény, és már túlhúzta, túlfeszítette a srác a húrt. Nem akarom menteni a tanárt. Nálatok, ha ti lennétek tanárok, ez így belefér, mert ha én lennék tanár, akkor nyilván gyakran megvernének a diákok, de... Ugye, elzavarnának befizetni a kaját. A testi fenyítés az osztályban, igen. Az én sérelmemre elkövetett testi fenyítés. Oda nem az osztálypénzt, fizess már be az ebédpénzt, mondaná neked. mondaná neked a diák. Hogyha mi lennénk tanárok? Nálatok beleférne? Mi ez, hogy a fizikai retorzió? Nem ez, nem, hogy ököllel ütött a diákot, nem, hanem úgy általában a fizikai retorzió. Figyelj, én egy nagyon hatásos dologon gondolkoztam, ha fizikailag te nem tudod bántani őket, és az jogos vagy nem, ez egy olyan érdekes kérdés. Erről mi már sokat beszélgettünk itt a műsorban, hogy elvettek tőlük mindent, a tanárnak effektíve semmi tekintélye nincsen már, ugye? Tehát bemész, fölrakod a lábad az asztalra, hülyének nézed, felveszed videóra, ha valamit mond a tanár, és öten körbe rögítek. Szerintem valahol a kettő között van az igazság. A régi rendszer az talán egy fokkal jobb volt, de az sem elfogadható, hogy minden gyereket mindig hülyére vertek. De hogy a tanároknak ilyen szinten nincs tekintélye, ez valahol szomorú, szerintem. Tehát ez a rendszer hibája is, hogy felemeled, csúnyán beszélsz Pistikével, és már ott van a szülő, és üti az igazgatói ajtaját, hogy akkor most téged tanár rúgjanak ki. De én nem gondolom, hogy a régi, amikor mi voltunk általános iskolások, akkor mindenkit hülyére vertek, de nekem is van olyan... Kaptam.
Én is kaptam, de azért nem volt mindenkinél eszköz ez. Már én is meséltem, már mindenki mesélt arról, hogy pajeszhúzás, koki, körmös, akármicsoda, de én emlékszem egy csomó olyan tanára, akinél semmit nem mertünk megcsinálni, mert annyira jól tartott fegyelmet, hogy nem volt szüksége rá, nem volt arra szüksége neki, és akkor itt mondhatod azt, hogy igen, de a mai gyerekekkel ezt már nem lehet megcsinálni. De ott is volt egyébként valami, tehát hogyha nem is fizikai retorzió volt, ott is azért annak a tanárnak valahogy el kellett érnie azt, hogy neki olyan tekintélye legyen. Most gondoljatok bele, hogy amikor mondjuk jött egy fiatal tanár vagy tanárnő az iskolátokba, annak... Az nagyon jó. Ez jó is volt egyébként, de hogy ettől függetlenül annak azért sok tekintélye nem volt. Nem, a fiatal tanárnőknek nem volt egyébként. Sok tekintélye nem volt, tehát annak is valahogy vagy a megjelenésével, vagy azzal, mert rögtön bevágott egy egyest, vagy azért, mert kizavart óráról, vagy azért, mert adott esetben adott egy sallert, de annak a tanárnak valahogy el kellett érnie azt, hogy olyan tekintélye legyen, hogy meg sem merjél moccanni az óráján. De hogy érték akkor el, vagy miért nincs most a tanároknak tekintélye? Szerintem az első pillanattól kezdve odafigyeltek már arra, hogy a prioritások, hogy a hierarchia teljesen egyértelmű. Mai tanárok nem figyelnek rá? Lazábban jönnek be ők is? Szerintem egy picit ők lazábbak. Igen. Egy picit lazábbak. Az lazábbak ugyanakkor meg egy kicsit azért félnek is attól, hogy bármi történik, valakinek mondjuk sikerül mondani, hogy valamilyen félre sikerültet, vagy adott esetben mondjuk csúnyábban, vagy hangosabban sikerül rászólnia valamelyik diákra, akkor már jön be a kedves szülő. Jó, de a határozott fellépés, érted, az, hogy te határozottan beszélsz a gyerekekkel, magabiztos vagy, az nem követ, abban nem következik, hogy te adni fogsz egy pofont a gyereknek, érted? És arra egy szülő se jöhet be, hogy gyerekek, hát az új matek, apa az új matek tanár néni nagyon keményen beszél velünk, és nagyon komolyan büntet, hogy egyest ad, ha rossz vagyok, vagy kizavar az óráról. Hát erre nem mehet be a szülő. A szülő is, meg a diák is onnantól kezdve léphet be, hogy az első pofon elcsattan. Tehát azt már nem lehet. Azt ma már nem lehet. De ha egy olyan matek tanár van, aki kőkemény, szigorú és megállít mindenfajta. Ott sem a matek tanártól féltenem attól, hogy utána milyen jegyet ad neked majd inkább, nem? Vagy effektív a matek tanártól? Hát, én nem tudom, én sose féltem a tanároktól. Tehát, nem féltél, tartottál, vagy annyira tisztelted, mert annyira jó volt, hogy eszedbe se jutott, annyira érdekes volt az óra, hogy eszedbe se jutott, érted, ott bármi más csinálni. Ilyen nektek nem volt? Hogy micsoda? Hogy jó volt az óra, és így hogy jó volt az óra? Hát. Kit érdekelt az óra akkor, nem? Matek. Tessék? Vagy a földrajzórák. Matek. Hülye, hogy úgy unatkoztam földrajzórán, azt vártam, hogy végre legyen a Rozinak, a Rozgonyinak egy kockás füzete, Rozinak hívja, legyen egy kockás füzete, tudjunk torpedózni, vagy amőbázni. Hol érdekelt engem, hogy mi a magas fenség, meg a mély föld? Hát kit érdekelt akkor ez, nem? Egy jó torpedó, hát az mennyivel jobb volt? Nem játszunk órát. Akkor adjuk vissza a tanároknak a lehetőséget, hogy valamilyen eszköz legyen a kezükben. Most nem egyetértve ezzel a tanárral, mert ezt én vissza sem engedném. De mondom, tényleg nem ismerjük az ítéletet. Ököllel megverni egy diákot, az én gyerekem, csak bemenek, kitépném a szívét, az biztos. Hol a határ? Tehát mi a határ? Miért nem guggoltat vele? Miért nem nyomhat fekvőtámaszt? Miért nem húzózkodik vele a kötélen? Tehát miért nem csinált valami olyasmit, amire van fegyelem? Most nyomsz 50 fekvőtámaszt a gyerekkel. Nem azzal büntető, aminek ott helye van. Tehát, hogyha mondjuk egy tornaóráról van szó, akkor pont ilyen sportos büntetésekkel. Mondjuk én, nekem azzal se lenne semmi problémám, hogyha adott esetben egy matek órán elkövetett ilyen... 50 fekvő. Akkor egy 10-es, 20-es akármi. Bármi. És lehet, hogy a gyerek meg röhög rajta, nem csinálom meg. Na, akkor mit csinálsz? Olyankor megint följebb megy egye, jó, akkor azt mondod, hogy 100 fekvő, azt még úgy se csinálja meg, na, ekkor fog elcsattani a pofon. Azt, hogy megcsinálja, azt tényleg a tanárnak el kell érnie, el kell tudnia érnie azzal, hogy már tényleg az első perctől kezdve, ahogy életében először találkozik azzal a diákkal, vagy azzal az osztállyal, onnantól kezdve neki már építenie kell a saját respektjét. Hát igen, persze, nyilván csak kérdés, hogy tudja. Itt van velünk Zoli, hello Zoli, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel, hallgatóknak is, nektek hello. Is. Te matektesi tanár vagy. Így van. Na, hány éves? 33. 33, aha, hát az. Mióta tanítasz? Hetedik éve. Hát akkor van ott már rutin azért, hetedik éve. Hallottál ezt az esetet egyébként? Persze, természetesen. De én úgy hallottam, hogy nem testnevelés órán történt egyébként, hanem ez udvaron, egy szünetben. Aha. És valami ilyesmi is volt benne, hogy lelocsolt a kedves diák a tanár. Lelocsolt, és a tanárnak eldurrant az agya. Aha. Igen, én ezt így olvastam, mert ugye nyilván tanárként azért az ilyen híreket alaposabban áttanulmányozzuk, és ez viszonylag régen történt, azt hiszem tavaly még... A nyár elején, tehát a júniusi időszak, az utolsó két hét. Na, és neked milyen eszközeid vannak, vagy te mit csinálsz egyébként, amikor ilyen diákokkal találkozol? Ugye te nyilván megverni nem vered meg őket. Attól függően, hogy matematika vagy testnevelés óra,
Tehát nyilván egyébként én úgy kezdtem már a pályámat is, hogy a rövid gyeplőből lehet engedni. Tehát nyilván szigorúan kell hozzáállni mindenhez. Tanítottam egyébként még anno, amikor ezek az iskolák nem állami, hanem megyei iskolák voltak, és most egy egyházi iskolában tanítok. A kettő nagyon-nagyon különbözik egyébként. Nyilván így a utóbbi az egy kicsit azért szigorú, hát nem szempontjából is meg tudja válogatni az iskola, hogy kit vesz fel. De most egy körzeti iskolában ezt ugye nem lehet megtenni. Uh-huh. Hát ott más a helyzet, lehet, persze. Ott nem lehet a gyereket úgymond eltanácsolni, ez a kirúgás az rossz szó, hanem eltanácsolni. Tehát ugye azzal lehet a gyerekeket általában fenyegetni. Na most az első iskola, ahol tanítottam, az egy nagyon nagy vidéki iskola volt, 1200 gyerekkel. És ami egyébként egy nagyon-nagyon jó megoldás, az az, hogy a szünetben a gyerekkel beszélgetni kell. Úgy, mint egy emberrel. Tehát nem mint egy diákkal, hanem mint egy emberrel. És utána az órán is teljesen más a gyerek hozzáállása. Csak hát az erre kevés pedagógus képes. Erre kinek van energiája, nem? Hogy te szünetben, amikor elszívhatsz egy cigit, ihatsz egy kávét, átnézed, hogy hova mész legközelebb, még ott a gyerekekkel 15 percben ott finoman diskuráljál, hogy jobb belátásra bírt őket. Van rá, hát az... mert hát ugye tanároknak ügyeletbe is kell lenni. Most az ügyeletbe sajnos nagyon sokszor ugye azt látja az ember, hogy kollégák egymással ott elbeszélgetnek, hogy milyen rossz nekik. Én a másik verziót próbálom erőltetni, hogy a gyerekkel, ha kell, ha nem, beszélek velük, szülővel is jóba kell lenni, és teljesen más lesz utána a gyerek hozzáállása az órákon is. Uh-huh. Kimentek és együtt cigiztek a nagyszünetben. Egy tesi tanára beszélgetek. Azt éppen nem. De figyelj, te mit gondolsz erről, ugye ez a sok vád éri a jelenlegi rendszert, hogy nincs tekintélye a tanároknak, elvettek tőlük mindent, erről mi is sokszor beszéltünk, hogy egyszerűbb lenne, ha azért lenne olyan fegyelmezési rendszer a kezedben, amivel mondjuk régen élhettek a tanárok? Tehát mit tudom én, vesző, vonalzó, pajeszhúzás, tehát bármilyen olyan fizikai kontaktus, ami a gyerek lelke nem sérül, de mondjuk mégis azért megtanulja, hogy mi az a fegyelem. Nyilván komoly fizikai verés nélkül. Egyszerűbb lenne? Nem feltétlen. Nem. Azt hiszem, hogy nem biztos, hogy így lenne, mert még egyszer mondom, tehát az, hogyha a gyerekkel el lehet érni egy olyan kapcsolatot, amikor már, hát nem, ha nem is barátként, mert ugye úgy néz az emberre, mint egy felnőtte, és tanácsokat tud neki adni, és ráadásul kérdez is, tehát úgy jön hozzám oda, hogy kérdéseket tesz fel, akkor nem kellene ezek az eszközök, mert én is még annak idején ugye belecsöppentem még kisdobosként abban a remek időszakban, amikor ugye körmös kaptunk, kulcssal dobált minket a tanár. Hát, a kulcssal dobálás, hát az nálunk az nagyon komolyan bevett eszköz volt, tényleg, hogy megfogta a kulcsot, rajta volt a szertárkulcs, megfogta, úgy hozzád vágta. Az komoly hungarikunk. Így bejött volna az anyád reklamálni, furán néztek volna rá, hogy hát... És tessék. Azt sem értettem, hogy minek kell neki ennyi kulcs. Tehát mondom, hát ezért. Valószínűleg ezért ránakott a 6 kalú pincekulcsot, persze, hogy hozzá tudja vágni. Figyelj, igen. És te hogy büntetsz? Hát ez látható, tehát mondom még egyszer, attól függ, hogy matematika, avagy testnevelés órára. Hát a tesi a nehezebb szerintem, mert a matek tanára ott ugye az egy bukós tantárgy. Tehát abba... Tehát nem jó, mert nagyon sokan alkalmazzák azt, hogy mondjuk dolgozattal büntetnek. Most a tantárgyat nem szabad megutáltatni a gyerekkel, mert akkor még rosszabb lesz a helyzet, és egyre mélyebbre fog süllyedni ez a dolog. Tehát matematika órán is inkább az olyan jellegű büntetéseket kell preferálni. Hát nekem mondjuk annyiból jó a helyzet, hogy ugye, na majd utána tesi órán, és akkor... Te tudsz fenyegetni, aha, tudod ijeszgetni őket, hogy na majd akkor a tesi órán. És kollektív büntetés sokan nem szeretik, de ezt úgy oldom meg, hogyha mondjuk matematika órán rendetlenkedik valamelyik, akkor megmondom nekik, na figyeljetek csak most akkor, ez miatt, mi gipszjakab miatt, az osztály ezt meg ezt csinálja, nem lesz óra végén, semmiféle játék. És akkor így utána nem mindig jó megoldás egyébként, hogy a osztályt egy gyerek ellen fordítani. Az osztály veri hülyére azt az egyet, értem? Sokkal inkább ezt tetted meg. Azt ők dobálják meg a saját kulcsomóikra. Én nem nyúlok hozzá, gyerekem. Nos, látszok a többiek? Megveretem a többivel. Tudjátok, nagy szünet lesz, van idő. Ne felejtsétek el, 15 perces a szünet. Igen, ez egy baromi nehéz helyzet egyébként, hogy a sok elkényeztetett gyerek és szülő miatt a tanároktól elvettek mindent. Így ezt a gyerek érzi, és visszaje vele, a tanároknak nincs tekintélye, szóval nagyon, nagyon nehéz itt igazságot tenni, mi lenne a jó rendszer. Én több mindent adnék újra a tanárok kezébe, mint ami most van egyébként, főleg bizonyos iskolákban, ahol azért a tanár úgy megy be, hogy fél, nem? És gáspré van nála is pisztoly, nehogy megtámadják. Tehát, hogy, hát előfordul, de mondom, tehát én azt mondom, hogy mindig a gyerekkel is, a szülővel is, mondjuk hosszú idő, amíg ugye egy olyan kapcsolat épül ki, amikor a tekintély megvan,
de közvetlenül lehet a gyerekkel beszélgetni. Hát ez egy nagyon jó hozzáállás, sajnos erre nincs mindenkinek infrastruktúra. Igen. Az összes tini csaj szerelmes beléd, mert nálunk a tesi tanárok mindig ők voltak a sláger, a tesi tanár. Én ilyen dolgokkal nem is foglalkozom, tehát nem érdekel a dolog. Nekem tavaly ballagott el egy osztályom, és... Azt hittem azt, hogy tavaly ballagott a kedves. Igen, tavaly ballagott el a barátnőm. Tavaly ballagott a barátnőm. Rá se nézek azóta, a 14 évesekre. Azóta senki nem szólalt hozzám. De aminek nagyon örülök, hogy péntekenként nekem hosszú napon van, és legtöbbjük az bejön meglátogatni, és továbbra is érdeklődnek irántam. Tehát meg lehet ezt úgy oldani, hogy... utána még, miután elballag a gyerek, akkor is még valahogy úgy érzik, hogy még azért az osztályfőnökük vagyok. Attól függetlenül, hogy már teljesen már megkedveltek. Aha, ez jó egyébként, igen. Zoli, köszi, hogy elmondtad ezeket, kíváncsiak voltunk egy talán véleményére. Ciao. Sziasztok. Hello. Annyit fordítsunk már rajta, hogy mondjuk a virág most ugye 13. Igen. Lesz, ha most ma délután hazajönne, vagy már a miénk 13 ne a Benni, mondjuk meg a ne, pap. Ne délután jön, este jöjjön. Este. Igen, amikor már alszok. Valami foglalkozása legyen még a rohantéletben, milyen világ ez. És azt mondta, hogy kapott egy kokit, hozzávágtak egy kulcscsomót, körmöst kapott. Mit csinálni? Hát nagyon kíváncsi lennék rá, hogy ez hogy történhetett. Azért ő egy elég, tehát van benne egy kis zsiványság. Tehát alaposan gyanú, hogy oka volt. Igen, tehát hogy előtte mindenképpen azért informálódnék, hogy mi történhetett. Na most, hogyha ő kapott, csak egy tockost kapott, én azzal megmondom őszintén, semmit nem kezdenék. Nem érdekelne különösebben. Aha. Biztos, hogy megvan a maga oka. Én ismerem egyébként az ő tanárait, tudom, hogy nagyon korrekt, nagyon jó pedagógusok. Ott szerintem egy picit ő provokálhatja ki ezt a dolgot a viselkedésre. Jó, de mondjuk egy kulcsomot hozzávágna. Ha igen, hazajön, én iszint belagadt. Ugye, hogy nehéz? Nyomattal. Ugye, hogy nehéz? Na, nehéz csak forva. A saját gyereked. Azért ne vágjanak hozzá kulcsomot, de ha meg bemész, és azt mondta, hogy éppen ezért készültek felgyújtani a függönyt, és hárman cibáltak le egy negyediket a lámpáról. Mondja akkor ezt a tanár, de Benni meg azt fogja mondani, hogy apa, csak a fölrepült a kislabda, és azt akartuk leszedni. Na most itt nem az a lényeg, hogy igen, igazságot tegyünk, hanem hogy elítéled azt, hogy hozzávágnak egy kulcsomot, vagy tehát jogosnak tartod, és elfogadható, hogy hozzávágják, vagy azt mondod, hogy fiam, old meg ez a te konfliktusod, hát viselkedjen normálisan. Vagy bemész, és kitéped a tanár szívét, belerakod egy ilyen dobozba, és odaadod neki, hogy a kutyusnak, és hagyjad meg, tudod. És igazgató úrnak. Többen ebben az iskolában nem hibázhatnak. Nem fenyegetés. De hogy látjátok, hogy akkor mi is változunk? Mert hogyha a mi időnkben történt ilyesmi, én sem. És természetes volt, hogy Lajos bácsi a tesi tanár erről sokat beszélt, akkor a pofont adott, ha bántottam a Kata nevezetű lányát, hogy eszembe mire hazaértem, elfelejtettem, annyira megrázott az eset, hogy nálam. Tehát nem is elmondom, csak remegett a kezem, mikor ittam, tudod, véreset köptem, de nem mondtam el anyámnak, és anyám valószínűleg nem rongyolt volna be, mert azt mondom, hogy hülye vagy. Hát ne kezdjék ki a Kata. Gyanúsult a két fog hiánya, de... Igen. Kicsit próbáltak visszanyomni, tehát hogy ez tök más. Most hazajönne a gyerekem, és azt mondja, hogy lepofozta a tesi tanár, valószínű bemennék. Valószínű nem hagynám. Nem, ha kapod, és föl lenne dagadva a szeme, és azt mondja, hogy fejbe verte a tesi tanár, valószínűleg bemennék és elmondani, hogy figyelj, bármi van, ne így. Tehát ne verd meg a gyerekemet, nem? De azért elmondatnád vele, hogy egészen konkrétan mi történt. Hát elmondatnám vele, de nem hagynám annyiban, még ha a tanárnak van igaza, akkor sem, mert ne verjem, majd én megverem a saját gyerekemet. Tehát ne verjem már meg a saját gyerekemet, nem? Inkább majd én ítézem. Kétszer, mint ő egyszer. De komolyan, hát az nekem van jogom. Hát persze, mi? Meg az élvezet, ugye. De nem így van, mert ti nem mellett is bemennétek. De, teljesen egyértelmű. Mondom, közben úgy, hogy... Valami nehéz kérdés ez egyébként. Hogy annak idején meg ugye ez egy teljesen természetes volt. Valahol. Hmm. Tehát, hogy nem volt benne semmi kirívó. Igen. Moniék például sportagozatos általános iskolába jártak, Nettelka néni minden pofon előtt megfordította a gyűrűjét. Hogy befelé nézzen a kő. Jó, nekem is volt ilyen. Nekem is volt. Hallod? Orosz tanár, nekem is volt. Pajeszfőzés, vonalzó, össze kellett tenni a körmödet, körmös, hosszú vonalzó, T-alakú vonalzó, fa vonalzó. Úgy engem annyit vertek iskolában, szerintem embert nem vertek annyit, mint engem. Tényleg. Érthető ez a fajta frusztráltság, hogy miért lettem ilyen. Nagyon sokat kaptam. Nem, minden tanár meg. Az se volt jó egyébként. Az se volt jó, de csak oda, hogy Etelka tényleg most olyan tekintélye mondod. Volt, hogy óra előtt mindig oda ment egy diák, levette a cipőjét, fölrakta rá a papucsot a lábára, és kivitte a szertárba a cipőt. És kezdődött az óra. Jó, tehát gyakorlatilag szinte öltöztetőnője volt Etelka néni. Igen, és Etelka volt egy csibabája, meg egy májkrémes doboza, és azzal... Ne folytasd! Erről nem szól a fáma. Azt mondta, Pistike, nagyon idős ez a kutya. Nem. Ha elpusztul, szeretnék utána találni valakit. Pistike, úgy tanult a matek órán, érted? Nem csúszott be ott egy négyes alá. Annyiban tévedtél, hogy nem csiba volt, hanem újfundlandi, és nem májkrém, hanem kenőmájas. Ödönke, ma nem jött zsiga.
Ma a kutya otthon maradt, viszont ma is lesz nagy szünet, úgyhogy írd meg azt a dolgozatot, különben be kell hozzám jönnöd, atyaisten. Na jó van. Várunk SMS-eket, jó? Hogy kinek milyen tanár volt régen, illetve ki mit szólna az esethez, ha mondjuk az ő gyerekét bántanák. Egyáltalán mi a megoldás? Kíváncsiak vagyunk hallgatóink véleményére, küldjetek SMS-eket, jó? Mindjárt jövünk, jönnek a hírek, mi pedig jövünk Óven bácsival és az SMS-ekkel a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 múlt 2 perccel. Szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, és arról beszélgettünk, hogy ugye a régi időnkben mi volt, mármint ami a tanár-diák viszonyt illeti, és most mi van, mert hogy ugye hát egyéb próbai időre bocsátotta a Kaposvári Bíróság azt a tornatanárt, aki megpofozta, és ököllel többször megütötte azt a 15 éves diákot, aki ugye eldobott egy labdát, hát most hogy hozzávágta, eldobta, nem tudjuk. Az ügyet nagyon nem ismerjük, és nem is az ítéletről akartunk mi véleményt mondani, ahhoz azért jobban kellene ismerni az ügyet. Egyszer csak elgondolkoztunk azon, hogy nem sok-e az, amit a tanár tett, szerintünk nyilván sok, 8 napon belül gyógyuló sebeket okozott ugye a srácnak, de ez, hogy ököllel ütötte, az nyilván elfogadhatatlan. De mégis arról beszélgettünk, hogy azért a mi korunkban is, ha nem is ököllel ütöttek bennünket, de ütöttek, vágtak a tanárok sokszor, és valahogy nagyobb fegyelem volt. Elképesztő SMS-ek jönnek egyébként, mert hogy írnak olyan diákok, akik már régóta nem iskolások, hogy velük mit csináltak a tanárok, illetve mostani diákok, hogy ők miket csinálnak a tanárokkal. Tehát nagyon érdekes a kontraszt egyébként. Van egy-két SMS, hogy nem tudom elképzelni, hogy ezt mi megmertük volna csinálni tanárral. Na nézzük az SMS-eket. Azt mondja, ha nyüszögtem volna egy tanárom nevelő célzatú taslia miatt, fater nekem nyomott volna 2 sallert. Egy tanárnak igaza volt, 2 rendes ember nem árulkodik. Azt ennyi volt, írja egy hallgató. Rendes ember nem árulkodik. Rendes ember nem árulkodik, igen. Az a baj, hogy sok mai szülő a tanártól várja, hogy a gyerekét megnevelje, miközben a gyerek jobban tudja a jogait, mint bárki más, írja nekünk egy hallgató. Írja be a tanár az ellenőrzőbe, hogy gyermeke mai viselkedés miatt egy pofont érdemel, kérem az apukát ennek kiosztására. Ez jó. Jó, hogy nem te ütöd meg, hanem ez apu. Jó fej. Ez jó fej. Igen. Ha jó. Nem volt annyira rossz, akkor anyuval kell lepofosztatni, írja egy hallgató. Igen. Tanártéma pro. Ha a szülő tiszteli és partnerként kezeli a tanárt, akkor a gyerek is tisztelni fogja. Régen még a szülők nem mindentől megóvni, kimenteni, hanem nevelni akarták a gyermekeiket. Kontra, ennyi pénzért csak nagyon jó és nagyon rossz tanárok maradnak a pályán, a nagyon jókról nincs újságcikk. Ez Balu küldte nekünk. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy általános iskolában volt egy technika tanárunk, aki egyébként gyermekvédelmi is volt, az ő óráján voltak a büntetések, a többi tanár panasza miatt. Tehát ő büntette meg a gyereket a többi tanár panasza miatt? Az érdekes egyébként. Volt egy másik tanárunk, ő egy magyar tanár volt, ő egy pálcával verte el azt, aki nem bírt magával. Írja Barna. Hát ma már ez elképzelhetetlen lenne. Nem? Hogy egy pálcával erve. Magyarófa vesz. És akkor az a másik tanár, az a történelem büntetés szakos volt? Történelem büntetés szak, igen. A kémia tanárom kedvenc büntetése az volt, hogy a renitensekkel tanítás után felradíroztatta az iskola folyosón a fekete cipőcsíkokat a padlóról. Menő, az a le, vagy ezt egy darabig. Egyébként ez jó, igen. Én egyszer annól lehülyéztem a biológiai tanárnőm, nem szólt semmit, sétálgatott, majd mikor mögém ért, akkor a nyakleves kaptam, hogy lefejeltem a padot. De eszembe se jutott otthon elmondani, mert valószínűleg kaptam volna a párját, írja Zsolt. Igen, mert mennyire tudtad, más hogy, volt, ja, nem? Tudtad, hogy te elkövettél valamit, és azért járt valami. Most nyilván meg elkezdünk rajta okoskodni, hogy a pofon belefér-e. Igen. Most azt mondjuk nem. Ha régen hazavittem egy beírást, akkor jól megbüntettek érte, most bemennek a szülők reklamálni meg hőbörögni, most is elég lenne a hazaírás a szigorhoz, ha otthon is úgy állnának hozzá, hogy a gyerek tanulni megy oda, nem az eszét játszani, és támogatnák a tanárt a munkájában. Jó SMS-ek vannak, egyébként nagyon jó hozzászólások jönnek. Igen. Nekem a német tanárom leszakította a fülemet. Felsegített a földről. Ugye? Tehát a mai rendszer és a régi rendszer közötti igen. Különbség SMS-ekben nagyon érezhető, hogy azért ma szakíts már le egy gyereknek a fülét. Hát csak fogd meg szerintem te már akkor. Konkrétan délután a kocsidat felgyújtották, téged megkéseltek. És nincs állásod. És nincs állásod, nem utolsó sorban, igen. Nálunk a kulcsdobálós szakismereti tanárt a harmadikosok úgy elverték, hogy másfél hónapig kórházban volt. Ez a jelenlegi rendszer, ugye? Amikor... Aha. Igen. Mi, ez is nem régről jött, mi például péniszt rajzoltunk a tanár székére krétával, a fekete farmerén ez nagyon jól látszódott. Megmondtuk neki, megkérdezte ki volt, mondtuk anyád, majd sírva kiment. Aha. Nem lett következménye. Dani küldte nekünk, ez na. Megint a jelenkorból. Mekkora különbségek, nem? Azért ott el kéne gondolkozni a tanárnak is egy kicsikét, a diákoknak meg nagyon. Aki igen, egy, itt az még a rajzolással nincs baj, mindenki rajzolt ilyesmit, de az, hogy visszaszóz anyád, hát azért az... Igen, nincs, ez nem fér bele. Igen. Igen. Nálunk régen, írja Gyöngyi, a faklumpa repült az osztályban.
Az is szépen. Mit tudott rombolni? Nekünk a testnevelés tanár egy hatalmas barackot nyomott a fejünkre, ha rosszak voltunk, elgondolkodtunk, szitkozottunk utána, de megtanultunk viselkedni, írja Dani. Igen, de most már nem tanulsz meg viselkedni. Hát nem is ott kellene, igen, más. Na, de otthon 20 kellene. Évvel ezelőtt a barack után elgondolkodtál, most barack után mi történik? Nem gondolkodsz el, hanem visszaszólsz. Hát igen. Más a gyerekanyag? Szerintem más a gyerekanyag, más a morál, meg más az otthon. Tehát azért régen azok a nagy-nagy közszélyek, hogy a felnőtt tisztelete, az, hogy te tiszteld azt, aki veled beszél, ha idősebb. Ezek ma már azért nagyon nagy közhelyek, de nincsenek. Nincs meg. Ma a gyerek azt gondolja, hogy minden róla szól. Kicsit a tanár érte van, kicsit a szülő érte van, kicsit a szülő inkább haver, mint szülő, kicsit a tanár inkább egy lekezelni valaki, mint valójában tanár, akire felnézünk, és megtanít minket az élet nagy dolgaira. Nem erről van de, szó? Hogy a gyerekekben is más a mentalitás. Miért? Mert otthon egy sokkal gyerekközpontúbb világot hitetnek el velük. Hogy a szülő azért van, hogy neked jó legyen, hogy a tanár azért van, hogy neked jó legyen. Az egész világ azért van, hogy neked jó legyen. A nagy tanár. Nincs olyan. Itt rend van, itt fegyelem, mint Sebestyénéknél, de nem így van. De mert otthon is ki van szolgálva, a gyerek ott is körben van rajongva, és valószínűleg a gyerek, amikor bemegy az iskolába, már akkor kicsit ott, gondolja, ott is ezt várja. Mm. Tehát, hogy az otthonról bevitt viselkedési minta érvényesül az iskolában is. Tehát az, hogy bent nem tisztelő tanárokat, az többé kevésbé azt jelenti, hogy otthon sem tiszteli a szüleit. És írja, hogy ez nemrég történt. Nálunk Zircen a tanárt lógatták ki a harmadik emeletről az órán. Ujjúj. Azért az... Aki felelni jön, és a tanár a következő pillanatban már kimolt az ablakon a harmadik emeletről. Azért az meleg, nem? 17 évesek már elbírják. Annyira a tanár úr kifele. Az nagyon meleg. Na, érdekesek voltak az SMS-ek összehasonlítva a jelent a múlttal, hogy mennyire más volt azért, az tényleg nagyon-nagyon más világ volt, de sok mindenki tehet erről. Lesz a szülők is nagyban, szerintem. Uh-huh. Játszunk, jó? Itt van Orsi, Óben bácsival és Beru nénivel. Játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Orsi! Hello, Orsi! Igen, Orsika! Milyen vidám csajú hangok vannak most nálunk. Köszönöm, bocsánat! Nagyon szívesen! Hello, Orsi, honnan hívtál minket? Hajdunánásról. És mit csinálsz? Én itthon vagyok az egyéves kisfiammal. Hogy hívják? Marcinak. Marci. Hát az... Nem Marci, Marci. A mai világban már ez teljesen elfogadott, hogy egyéves kisfiú Marcinak hívják, szoknyában jár. Nincs ezzel baj. Ez egy ilyen világ. Haj, otthon vagy. Hát az nehéz idők azért, nem? Gondolom. Nem, szerintem nagyon buli. Buli? Buli. Mennyi idős vagy? 28. Becsúszott. Nem. Miért? 28 évesen lehet azért szülni. Tudatos döntés. Jó van, és mit csinál a kis Marcika? Jól viselkedik? Marci éppen most az apukájával van bent a szobában, én meg kiültem a konyhába. Ha milyen jó, még apuka is otthon, anyuka is, gyerek is, egy idilli reggel az Orsiéknál. Hát ez milyen? Apuka mit csinál? Nem kell dolgozni? Menni? Apuka most kezdi a vállalkozását beindítani, úgyhogy még éppen ráér. Na hát akkor együtt a család. Okay. Jól van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj! Ja, viszik a nagyszülőt Oviba. Nagy szünet van, igen, a Lukat viszik Oviba. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! Lukas óra. La-la-la-la! Ajjajjajjajjaj. Úristen. Jöjj még egyszer, jó? Mint meg, ha se hallottuk volna, figyelj! La-la-la-la! Ajjajjajjaj. Ez most komoly? Hát ez nagyon. Magyar? Nem, külföldi. Külföldi. Még egyszer ezt a rövidet lehetne? Persze, figyelj. La-la-la-la! Nagyon szigorú. Zsűl, nagyon szigorú. Ajj, meg közben jön egy telefonos segítség. Na, ki van ott? Mond, ki van ott? Apa. Apa. Nem azért hívják. Ja. Akkor egy kicsit hosszabb. Jó, hosszabb. Figyelj, kivettük a bögrét, szerintem erről már be fog ugrani. Figyelj, hallgass meg. La-l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 a-
Ezt ismerned kell. Ez az a az. Mamás? A mi? Mi? Mamás?
Nem jöttél el, nem az almát eszem? Mi van? Ne. Azt mondtuk az elején, hogy ez nem magyar. Nem. Ez nem magyar. Nem. Ez külföldi. Ja, bocs, tényleg. Hallgass meg még egyszer, figyelj. Na, nagy sláger volt. Az a három csaj énekel, és ilyen utáncuk volt. Az. Istenem. Nem fog beugrani, mert akkor megmutatjuk. Kifutunk az időből. Oké. Okay. Na, hallgass meg, ez lett volna. Tetszett pont. Ja, átszerehe. Még belefér, nem? Átszerehe. Pont kimondtad, belefér, jól van, na. Mekkora sláger van. Ez a Last Ketchup, Ászerehe. Ez az Ászerehe című sláger. Ászerehe című borzadály. Borzalom, igen. Orsi, megvan az ajándékcsomag, hát bögrét nem kapsz azért, azt kivettük. Jól van, oké, megértem. Jó, picit elkeseredtél. Igen, nagyon. Na, a bögre kellett volna? Igen, abba szerettem volna kávézni. Hát, igen. Sokan szeretnék ezt. Legközelebb, jó, Orsi? Jó, majd próbálkozunk még. Jól van. Na, üdvözlőjük a kis Marcsát, sziasztok. Ciao, hello. 2 perc van pontosan, 8 óra jönnek újra a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 4:09 lesz pontosan, 2 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hétfő van, és süt a nap, legalábbis itt tudunk esetlen nap. A pálya fele, vagy, gyerekek. Vagy még mindig nem ottották le a lámpát. Vagy még mindig ég a lámpa, amiről ilyen filóztunk arra reggel, hogy ez mi lehet, a füvet tartja karban, vagy csak közvilágítás jellege ég a Fradi pályán belül a lámpa, mindesetre ég valami. Vagy csak mert szép. Én arra tippeltem, hogy fűkarbantartás. Uh-huh. Hogy onnan világítják az ülőit? Arra gondolsz? Nem, a füvet, a benti füvet. Közvilágítás jelleggel? Közvilágítással, igen. Na, azt mondja, hogy Margit híd, Pesti és Budai híd főjegyek között szakaszt megszálltak a rendőrök, biztos megint valami félisten közlekedik arra. Joe, ezt mi is láttuk, erről korra reggel beszéltünk, gyerekek, tele van a város rendőrökkel, készenlétben vannak, valami elmaradt hétvégi tüntetés. Től félnek, tartanak, vagy éppen várják, nem tudom, de hogy tegnap valamilyen csoport tüntetett volna, ugye, talán a matrica rendszer ellen, így van, nem sikerült, és ma lehet, hogy megtartják, minden esetre a város tele van rendőrökkel, mindenhol rendőrök vannak. Vigyáznak ránk. Ez jó. Erőt demonstrálnak. Ja, az is lehet egyébként, tényleg nagyon sok. Én rendőr. Örülök neki. Igen, félsz? Most már nem. De féltél eddig? Eddig rettegtem. De ma megnyugodtam. Most megnyugodtam. Illetve, de hogy megint felizgattam, olyan haztelefonáltam már, hogy megmondja anyának, hogy ne fürdjön le. Erre kiderül, hogy síszünet vagy, a gyerek nincs is iskolában. Még folyik ebben az országban már! Síszünet? Egész héten otthon? Síszünetük van, nem, 2 nap. Ja, elengedik őket 2 napra síelni. Aha, nem. És miért nem síel az a gyerek? Mert nem tud. Milyen szomorú síszünet az, tud, hogy otthon kell lennie. Miért nem síel valahol? Hát... Nincsen ilyen suli sítábor, vagy valami? Nem mennek? Hát mondtam, hogy menjenek ki a Magas Tátrába. Nem mondták, hogy nélkülem sehova. De síszünet arról szól, hogy síjenek. Igen. Persze. De ez közös, azt meg szokta szervezni az iskola, nem? Hát igen. Most néha is van, ilyen csak nem szóltak. Valaki ment. És Virágot miért nem küldted ki? Mi? Nyugodt. Még nem vagytok az a síelős házaspár azért. Tehát megértem, hogy a Virágban sem öröklődött, ezek a gének nem öröklődtek át, tehát nem vagytok az, hogy ez a hegyördege is, se amolni, nem vagytok azok. Na jó, de hát nem is kell neki a gyerek. Menjen, van 4 nyugodt napotok. Hétvége meg... 2. Már 2 napot. Eltévednek, mondom, 2 van. De kiment pénteken. Pénteken kimennek, szombat, vasárnap, hétfőket. Na? Nem is gondoltam. Vagyis kimenne, nem tud síelni, úgyis csak ott üldögél a hüttébe, azt meg otthon is megteheti, nem? Hát azért kell kimenni, hogy megtanuljon. Hát jó, de ott tud. Meg eurót költ, itt meg forintot. Hát azért érted. Illetve itt nem költ, mert látod. Hát de ott elszabadulna a gyerek. Sífelvonó? Bérlet? Hűtészgetés? Ide-oda? Forró csoki 2 percenként, mert fázik a lábunk! Ugye? Hát milyen világ az? Jó az, gyerekek, síeljen csak, vagy hát síelne. Nem síel. Csináltad egy ilyen basztotják porból bolonyait a hétvégén. Hát most érted? Egy jó poros bolonyai. Mindent megkap. Nincs is annál szebb. Azt mondja, hogy azt nézem, hogy milyen közlekedési hírek vannak. Még Jászaitól a Szél Kálmánig rajzanak a rendőrök. Trafi van a Margit híd, Budai híd főjénél, szép reggelt, Mara. Küldte nekünk, köszönjük szépen. Alkotás út 41 városból kifelé egy kapubejáró tetejére tették az új trafit rendőr barátaink. Meteor üzente nekünk. Aztán az M6-oson a 92-es kilométernél baleset, csak a személyautókat engedik át, a teherautókat a parkolóba terelik. A riasztósok küldtek nekünk. Valamint ma is mindenki esernyőnek használja az autót. M3-as bevezető lassú a bejutás. Bankos Kriszta volt
olyan drága, hogy ezt elküldte nekünk. Mi ez a sok rendőr? Visszajött Putyin az Erzsébet hídnál. 7 rendőrautó van, 3 a budai, 4 a pesti hídfőnél. 2-2 rendőr sétál a híd közepén. Jaj, gyerekek! Titkos Obama látogatás. Lehet, egy odabb, lehet, hogy nem tudunk róla, de valamelyik a baráti ország, itt Üzbegisztán vagy ilyesmi, éppen a közeljövőben onnan egy nagy ember hozzánk látogat, éppen lehet, hogy ez a mai nap fog megtörténni, csak mi nem tudjuk, mert Ha már Putyin, holnap tervezzük egyébként, ami drága Nógrádi... Vendégünk lesz 9-től. Vendégünk lesz 9-től, igen. Nem, fölhívjuk, ami drága Nógrádi barátunkat, biztonságpolitikai szakértőnket. Gyerekek, csak egy mondat erről, vagy kettő. Azért ez a Nyemcov ügy, azért ez nagyon-nagyon kemény. Szóval, és hogy... nem az első ilyen, azért és ebben hozzá. Az a megdöbbentő, igen, hogy ugye most már nagyon sok internetes portál összeszedte, hogy kik voltak ugye Putyin legnagyobb bírálói egyébként, és hogy mi történt velük az elmúlt 8-10 évben. Egyikőjük sincs már életben. Egyikőjük sincs már életben, itt is nagyon-nagyon sok összeesküvés elmélet látott már napvilágot, a rendőrség tök más mód, mint ahogy egyébként most a dolog kiderült, mert mégis van egy térfigyelő kamera rögzítette, semmilyen fehér autóból kiszállás nem volt, nem úgy lőtték le, elbújt, és lesből lőtt, hogy milyen későn érkeztek meg a mentők, hogy hány percig nem ment oda senki, szóval ez valami elképesztő. Elképesztő. Hát nem tudom, nem? Lehet, hogy én se futnék egy ilyen lövöldözés helyszínére. Mentem csak azokat, akik hát de most nem, én nem a civilekről beszélek, hanem a rendőrökről, hogy 12-15 percig nem érkezett meg senki, hogyha az a pár golyó, nehogy is esetleg nem okozott olyan sérülést az emberről, akkor még azért legyen 10 percig. De és egyébként az a durva, hogy pont most hozott volna le ugye bizonyítékokat az ukrajnai szerepvállalásról, mármint az oroszok szerepvállalásáról Ukrajnában. Most gyűjtött össze elég bizonyítékot, és ez pár napon belül publikálta volna. Hogy nem a lakásán már rendőrök jelentek meg, lefoglalták az iratokat, soha nem fognak megjelenni. Szóval azért ez nagyon durva. Hát, ez nagyon durva. Hát ebben az életben semmi sem véletlen, ahogy a híres énekes énekli. Örülök, hogy ezt hát egy dalugról, neki erről egy dalugról. Örülök, hogy ezt tudtad hozzátenni ez a dologhoz, de azért ez szerintem megdöbbentő. Szóval, figyelj, hogy minden, igazából ez csak találgatás, tehát, hogy most erre nincsenek bizonyítékok, most mit csináljuk? Ez van. Hát az országban másképp működnek a dolgok, mint nálam. Hála jó Istennek. Hát igen, hála jó Istennek. Ezt nem lehet elintézni, szerintem ez durvább, mint hogy ez van. Szóval, hogy ezt nem tudom, azért erre innen érző ember azért így ráncolja a szemöldökét, hogy úristen, itt van egy csávó, már a sokadik, aki egyébként bírálja Putyin, és hogy nem, fura módon erőt demonstrálva pont a Kreml mellett érted, 10 méterre pont agyon lövik, mielőtt bizonyítékokat jelentetne meg arról, hogy a Putyinnak milyen szerepvállalása van az ukrajnai háborúban, és hogy ki pénzeli, és hogy pénzeli a szakadárokat. Szóval az erősebb az, mint hogy hát ez van, szerintem, nem? Azért ez ijesztő. Ez elkeserítő, hogy ez mindig megtörténhet. Közepén, és ez egész egyszerűen döbbenet. Én nem gondolok túl jót a Putyinról, de hogy szóval hihetetlen, hogy gondolkodás és gátlás nélkül egyébként. Mindenkit persze majd belekeverik, hogy az ukránok, meg más, meg majd lesznek bizonyítékok, amik kiderülnek, hogy nem a Putyinhoz vezetnek a szálak. De azért a 8 vagy 10. ember, aki így hal meg, vagy éppen tűnik el, vagy lövik le, aki bírálja Putyint. Szóval azért ez szomorú, az. Nem? Hát az. Mindenképpen szomorú. Ez vagy Észak-Koreában, vagy afrikai igen, diktatúrában valahol ez történik, de hát azért... Meg se rántod a válladat, hogyha azt hallod, hogy Észak-Koreában ez történt, vagy mit tudom én, egy afrikai országban, vagy Mexikóban, vagy... És csak rángatod rá a válladat, vagy csak legyintesz. Messze van, nem érdekes, mi közünk hozzá. Tehát kb. Ezek a reakciók. De most... Na, de itt nem. Pont ez, hogy itt nem, mert itt ez test közelben van, nem? Tehát ezzel az emberrel azért üzletel az Európai Unió, ennek az embernek azért egy csomóan fegyvert küldenek, azért... Nálunk. Szóval, hogy azért ez nagyon kemény egyébként. Hogy bárki, aki felbukkan, és azt mondja, hogy na jó, akkor én most elmondom, hogy mi történik, likvidálják. Tehát nem is arról van szó, hogy akkor megfenyegítik és elhallgattatják, hanem egész egyszer likvidálják. Vagy mész Keletre dolgozni, ugye ilyen is volt, vagy börtön, ez még a jobbik eset, vagy tényleg ilyen golyó általi halál gyorsan. Igen. Putyin azt mondta, ez provokáció. Tehát, hogy ez annyira egyértelmű lenne, hogy ez ő volt, hogy ő ezt provokációnak titulálta, hogy nyilván ez ellene szólt, hogy őt megpróbálják elgyengíteni, vagy megbuktatni, de ugye neki ez semmi köze. Ügyes mondat. Engem. Nem? Ebben az esetben, hogy gyerekek, hát én minden ilyen rámutat, akkor nem én csináltam. Érted? Igen, viszonylag hamar meg is szólalt, igen. Szóval megdöbbentő, igen. Na, a múlt héten egy fotó járta be az internetet, és
Ez a fotó szerintem szintén sokak kerét borzolta egy picit. Bevásárló kocsis kép, talán így már mindenki emlékszik arra, hogy ugye egy szegedi klinikán fotózta le valaki ezt a bevásárló kocsit, amiről egyébként kiderült, hogy ez már hosszú-hosszú évek óta így megy. Kiderült, hogy 17 éve bevásárló kocsiban tologatják a gyerekeket a szegedi klinikákon. És nem újdonság, csak az internet ezt a múlt héten felkapta ezt a témát. Láttuk a fotót, döbbenet. Ne, szerintem meg nem. Ha nagyon reálisan nézzük a dolgot... Szerintem az. Nyilván, értem, hogy mire akarsz célozni, és ebből a szempontból valószínűleg igazad is még van. Még nem mondtam semmit. De hogy, mert hogy beszéltünk már róla, de akkor még mindjárt elmondod, de ha belegondolsz, alkalmas rá a kocsi, hogy szállíts benne beteg gyereket. Hát igen, de lehet, hogy a talicska is alkalmas rá, nem? Pacus, pont ezt akartam mondani. A talicska is ugyanilyen alkalmas arra, hogy szállítson az ember benne gyereket. Mint eszköz egyébként találó a dolog. Igen. Na, talán mint eszköz találó, igen. Problémát. Hát így sikerült. Hát annak idején ugye ezért is vezették be ezért a klinikán 17 évvel ezelőtt ezt a dolgot, tehát vezették be, ez olyan furán hangzik, hogy bevezetjük azt, hogy az 5 éves korig a gyerekeket az egyik szárny és a másik szárny között bevásárló kocsikban tologassuk, de hogy ugye nem volt pénz, valahogy meg kellett oldani a dolgot, kézben mégsem szállíthatták a gyerekeket, és akkor egy ilyen szükség megoldásképpen. De ebben az egészben az a megdöbbentő, hogy szerintem, hogy annak idején, itt tudom én, egy hónapra, két hónapra, fél évre, egy évre. Nem, hogy ez így maradt. Egy ilyen szükség megoldással hidalták át a helyzetet, amíg majd vesznek speciális eszközöket, hanem hogy 17 éven keresztül ez így is maradt. És jelenleg is gyakorlatilag ezeket használják. Jelenleg is ezeket használják, ugye arról van szó, hogy bevásárló kocsiba teszik bele a gyerekeket, és az egyik műtőből a korteremig, a korteremtől a vizsgálóig, ezekben a bevásárló kocsikban szállítják jelen pillanatban ma Európa közepén, vagy majdnem közepén egy szegedi klinikán a gyerekeket. Bevásárlókocsiban, hát aki látta a fotót, az szerintem azért megdöbbent. Ugye múlt héten nagyon sok internetes portál foglalkozott ezzel. Egyszer leugrik a képről. Szóval valahogy az egész nagyon fura, hogy abszolút. Kórház, bevásárlókocsi, benne egy matrac, ugye? Tehát a kocsiban ott van a matrac. Ami hátul kilóg, ahogy nyitható a bevásárlókocsi. Nyitható a bevásárlókocsi, ott lelóg, és hogy ezekben szállítják a gyerekeket. És ugye mit képzelsz el, te gyerekes szülőként, hogy járhatsz úgy, hogy te végignézed, hogy egyébként berakják ebbe a bevásárlókocsiba a te gyerekedet, mert egyébként az ölükben vinnék, vagy a kezükben vinnék, tehát nem, nyilván nem mulatságból csinálják. És áttolják az egyik vizsgálóból a másik vizsgálóba. Egy olyan bevásárló kocsiban, amivel egy nappal ezelőtt éppen krumplit, hagymát, tejet, kenyeret, meg egyébeket vásároltál egy hipermarketben. Nem, 17 évvel ezelőtt vásároltál, mert ugye most ja. Már azóta ott vannak. Azt nem tudom, hogy adtak-e új kocsikat, vagy azok a 17 évvel ezelőtti modellek gurulnak-e. Egyébként meg a klinikán szerintem ügyesen megoldották, föltették rá az infúziós állványt, van rajta különböző. Hát az szegény ember, megoldod az emberi találékonyságnak nincs határa, csak azért ez megdöbbent. Az megdöbbent. 20-assal, 50-essel, 100-assal működik, nem tudom, hogy... hogy tényleg ki kell venni. Hogy a saját van. Gyerekedet, amikor el akarod hozni, akkor bedobod a 100 forintos vagy az 50 forintos, igen. Na, nagyon érdekes története van egyébként ezeknek a kosaraknak, és van az intézménynek egy nyugalmazott címzetes docense, aki egyébként 44 évig dolgozott a szegedi gyermekklinikán, és ő jött rá, hogy egyébként lehet alkalmazni, és hogy lehet alkalmazni ezeket a járműveket az intézményen belül, ugye valamikor még az 1990-es évek végén, mert erről beszéltünk, azóta használják egyébként ezeket a bevásárló kocsikat. Prefort László itt van velünk. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk! Mindnyájukat, jó reggelt. A hallgatókat és meg a munkatársakat. Jó reggelt, doktor úr. Na, jól mondjuk, hogy ön volt az, aki egyszer csak rájött, hogy hát itt vannak ezek a bevásárló központok, próbáljunk ki egy-két kosarat, hát ha lehet ezeket alkalmazni? Vagy hogy történt a dolog? Úgy volt, hogy évtizedeken át hordoztuk, amiben tudtuk kézbe, vagy nagy felnőtt tolókocsin ügyetlenül a falat leverve, meg nehezen mozogva a szűk helyeken a gyerekeket a osztályok között, meg az osztályok és a műtő között, és a 1990-es évek vége felé megjelentek Szegeden is a különböző hipermarketek kocsikkal, és
látva, hogy különböző kocsik vannak, jött a gondolat, hogy valamelyik, hát ha megfelelne. És hát volt, amelyik túl széles volt, volt, amelyiknek túl mély volt a raktere, ami építőanyagszállításra való volt, ami a építő anyagot árusító hipermarketek, Praktiker, Baumax, ilyesmiknek a kocsiai voltak. Volt, ami nem fért volna. Ezt mindig úgy kellett elkezdeni, hogy valaki átment, áttolt egy kocsit, azt kölcsönkérte, kipróbálták, vagy oda vittek egy matracot, amit tudom én, az a Baumaxba, és akkor ott megnézte. Jártam a boltokba, és láttam, hogy hát ez azért nem jó, mert túl mély, ez azért túl széles, és végül a Pennyé volt olyan, ami tűnt, hogy jó lenne, és akkor a Penny központjával alsó Némedibe fölvéve a kapcsolatot, elkezdtem kódulni, hogy ha lehet, akkor adjanak egy kocsit, mert ez mennyire megkönnyítené a beteg mozgatást az épületen belül. És erre azt mondta a Penny akkori hajakengye, hogy hát egy kocsit nem ők nagy cég, ők öt kocsit adnak azzal a feltétellel, hogyha utána kellőképpen megdicsérjük őket a Dél-Magyarország című helyi újságban. Hát könnyen vállaltuk, és így akkor öt kocsit kaptunk, és azóta is békésen szaladgálnak ezek a kocsik, meg a kocsikkal a nővérkék, meg orvosok, és tologatják azt, aki belefér a kocsiba. És akkor volt valami piacik is az újságban, hogy volt egy tenyérnyi írás, hogy jaj, de aranyosak voltak a Pennyék, hogy adtak öt kocsit, és ezzel mennyit segítettek a magyar egészségügyön. Akkor már lehetett kapni egyébként olyan kocsit, gyárit rendeset, ami betegszállításra, gyermekbetegszállításra alkalmas lenne, ugye? Csak nem volt rá pénz, gondolom. Nem tájékozottam, mert annyira szóba se jött, hogy erre költeni tudnának, hogy a magyar piacon nem igen volt biztos. Nem közép az kínálatáért, meg nem tettem köröket. Aha, nem is keresett. Nem, most ez történt a 90-es évek végén, ez rendben van, de hogy hallom, ezek a kocsik azóta is hadrendben vannak állítva, tehát ez az öt kocsi az, ami azóta is szállítja a gyerekeket a szegedi klinikán? Az az öt kocsi szét lett osztva, kettő maradt a gyerekklinikán, egy a fülorgégészetre, egy a szemészetre, egy meg az akkor új klinikára kerültek, és a gyereken meg a szemészeten tudom, hogy a mai napig is használják, a többi helyen is megvannak, csak éppen lehet, hogy nem azokon a helyeken nem került bele azóta minden nap kisgyerek, hanem lehet, hogy textilt raknak bele, de megvannak, mert hát ezek elnyűhetetlen, szétverhetetlen szekerek, és hát nem mentek tönkre. De a gyerekklinikán is, meg a szemészeten tudom, hogy mai napig is használatban van, hogy a kórterem meg a műtő között tolják benne a betegeket. Ugye ezek főleg visszaútva a műtőből, altatva jönnek ki, és akkor azokat nem ölbe viszik fülüknél, farkuknál fogva, hanem beleteszik a matraccal ellátott kocsiba, amire rákerültek olyan eszközök, amik az ellátásukat útközben is szükség esetén lehetővé teszik. Kis oxigénpalack, kézi lélegeztető, kézi váladékszívó szerkezet, amiket ha kell, megállva a kocsival a liftajtóba vagy a folyosón, tudják használni a nővérek vagy az orvosok, hogy gyorsan segítsenek a betegen. Hát és az idő igazolta, hogy ez egy nagyon jó ötlet volt, egy nagyon jó döntés volt, mert akkor ezek szerint beváltak a kocsik. Hát úgy néz ki, hogy tudtuk használni. Én 2010-ig jártam nap mint nap, meg időnként, éjszakánként is dolgozni. Használtuk lelkesen, és ha bejárok időnként kávézni még egyszer-egyszer a régi munkahelyemre, látom, hogy most is gurulnak. Hogy még mindig ott vannak. Arról nem beszélve, hogy vajon hány kórház vehette át ezt a kezdeményezést, vagy ezt az ötletet, akik szintén... Le lett védetve? Nem lett levédetve, nincsen szabadalom. De az ötletet akár le lehet, igen. Hát az ember is tudja, hogy sírjon, vagy nevessen egyébként. Nyilván ugye, hát ez persze meg kell oldani. Egyébként orvosként ezt milyen látni? Vagy persze nyilván az ellátás az igazán fontos, és az, hogy az embert meggyógyítsák, jó szakemberek legyenek, de hát azért mégis szülőnek, orvosnak azért ezt így végignézni, megélni. Felfogás kérdése. Ugye amióta ez a labda fel lett dobva a múlt hét közepetáján, azóta az internet ezzel tele van, és ha
szorgalmasan böngészi az ember, akkor még azt is megtalálja, hogy ki lehetett a középkezdést elvégző. Egy marketinges vállalkozó, bizonyos BK kezdőbetűjű úr, aki ott a klinikáját, lehet, hogy a gyerekét a múlt héten ott kezelték, nem tudom, annak nem jártam utána, és felháborodva tette közzé a kocsi fényképét, és először a Dél-Magyarország jelezte, de úgy olvastam ott, hogy az interneten is röpködött, de még azt egészen pontosan nem találtam meg. Tehát ő felháborodott, hogy micsoda a dolog, hogy a gyerekeket belevágják egy ilyen vaskos bevásárlókocsiba, és vonszolgatják, miért nem amúgy így meg úgy, és hát aztán a különböző kommentek, blogok azok meg mellé álltak, meg ellenezték, volt, aki azt mondta, hogy milyen csórók a magyar egészségügy, és miért nem oldják meg, aztán ezen a szálon elmentek politikai vitába is, hogy melyik kormány... Ja, hát ez a szokásos, igen. Ez. Nem is azért foglalkozunk ezzel, persze. Hát csak... ebbe belementek, és ott szépen megvívták a csatájukat labda nélkül már a két oldal. Igen. És, kocsmai szinten. Mások pedig arról blogoltak, hogy hát tessék elismerni, hogy a magyar egészségügyet raktapaszt tartja össze. Más esetekben is kellett kókányolni, hiszen a gépeink, a hivatalosan egészségügyi berendezések is idővel tönkre mennek el, romlanak, és javításra nem nagyon, nemhogy nem nagyon, szinte alig volt keret, és hát például az altatógépek, amelyeknek a használati ideje, mint nagyértékű műszer 12 év lenne, és nagy javítás esetén 50%-kal hosszabbodhat a használatra megengedett idő, tehát 18 év, amikor 28 éves lett az altatógép, és nagyon rozoga volt már, a ANTS-szel akkor levelet, telefont váltva azt mondták, hogy természetesen ez tűrhetetlen, de ne írjam le, mert akkor be kéne csukni a céget. És akkor... Már szinte az altatógép szólt, hogy cseréljék le, tehát már ő jelentkezett, hogy már nem bír több altatást. Akkor megszülettek a kisperegi sziámékrek, és azokat, mikor itt Szegeden nagy kínnal összebarkácsolt berendezésekkel megoperálták, ott csápoló és a munkánkat eléggé lehetővé tevő, akadályozó tévéstábok közül az egyik, az akkor még Csiga TV, a TV2, igen, még a Csiga TV, igen. Igen. Kampányolt, és összeszedték az altatógépre valót. Igen. Igen, most 98. Is. Szeptemberben megvolt a ikrek műtétje, karácsonyra betolták a műtőbe az új altatógépet. De most is van felajánlás, azt hallotta a doktor úr egyébként? Igen, hogy arról már értesültem, hogy egy 60-i vállalkozó, így van. Torda Tibor keresi megállítólag ma az egyetemet, meg a tegnap esti RTL híradóba már szerepelt. Igen, egy újszülött szállító rendszer ajánlottól föl, hogy most egyet vagy többet nem tudom, de szeretne adni a nem tudom, a de hát ezt én majd érdeklődéssel kísérem, de kívülállóként a partról drukkolok a halaknak és a horgászoknak. Igen, hát igen. A doktor úr már nem munkálkodik így aktívan. Nem, igen, hát én már 5 éve nem mondom, oda már csak kávézni megyek. Igen, igen, pont ez a Tibor jelentkezett ugye ő Facebookon, és azt mondta, hogy ha a rossz hír így elterjedt, akkor nézzük meg, hogy a jó hír mennyire terjed el, és ő ezt felajánlotta. Sőt, mi több, azt mondta, hogy az igényeknek megfelelő tud is készíteni, hát most hányat, igen, milyen úton, módon. De hogy azért ez milyen klassz dolog, hogy azonnal jött felajánlás, és lehet, hogy akkor ezeket a 18-20 éve futó bevásárlókocsikat le lehet cserélni egy kicsit modernebb eszközökre, ami igen, mindenképpen jó. Irányba mozdulnak az események. Hát az nagyon jó. Doktor úr, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy nyilatkozott nekünk. Jó egészséget kívánunk. Köszönjük szépen. Viszontlátásra, doktor úr, köszönjük szépen. Igen, azt mondják, hogy már 3 héten belül meg is érkezik az első kocsi. Az általuk készített ilyen csecsemő szállító kocsit fogják valószínűleg áttervezni, és olyan 2-300 ezer forint tös költségen tudják
próbálták majd megoldani darabonként. Uh-huh. De akkor erre jó volt mindenképpen. Ja. Ez, hogy most így... már valakinek csak altatógépet kell tudni csinálni ebben az országban, és akkor az is megoldódik. Hát, mert van neked olyan demizsonod, nem? Hogy csak beleszagolsz, azt egy napig csak így nézel. Feri szabadalom, Feri szabadalom. Mi kiveszem igen. a szívedet, és visszarakom közben olyan erős. Olyan mély altatásban kerülsz attól a demizsonod, hogy attól senki nem ébredt, hogy három óráig azt csináltok el, amit akartok. Apám mindig a vászon zsebkendőit rakta bele. A tölcsérbe, azon keresztül volt ugye lecsöpögtetve az anyag a lepárlóból, és kimoshatatlanok voltak a zsebkendők, tehát abba fújtott ki az órad, és kicsit többet időztél el, akkor beszédült az egész családod. Azért ez egy nagyon, nagyon kemény történet, de jó, hogy megoldódni látszik. Hármasugrás játszunk a hírek után, lehet jelentkezni, ha valaki játszana velünk. Írjon SMS, mi pedig jövünk a hírek után. Mikor jön a buginak a dala? Azt mondja meg valaki. Amikor akarod. Mikor jön a bugidal? Meg akarom hallgatni. Játsszuk már? Nem tudom, játsszuk, Zsül? Nem? Nincs. Nincs meg a de bugie így írtad be. De külön meg van egyébként? Külön sincs meg. De nem lehet, hogy bugi hétvégénk volt már. Tessék? Most pont egy bugi hétvége után vagyunk. Állítólag ez a bugi, ez előbb volt, mint a másik bugi. Tényleg? Igen, tényleg? Állítólag ő régebb óta van, gyerekek. Ő régebb óta bugi? Ő régebb óta bugi, mint a mostani bugi, aki a... Nem, aki? Ez nem a mostani bogi, ez nem, a tavalyi bogi. Ez a tavalyi, de ahogy állítok, hogy már nagyon régóta van. Aha, igen. Az új bogi. Tehát nem, a két bogi nem ugyanaz. Akkor valaki változtassa meg a nevét. Valamelyik bogi fújjon vissza vonulót, és vonuljon vissza. Mindenesetre 9 után akkor töltsd mellesül, hallgassuk már meg, tényleg kíváncsi vagyok, hogy melyik dal megy az Eurovízióra. Én ezt a bogi-bugi dalt nem ismerem. És majd a posztereken, vagy ez ilyen plakátokon, amikor fellépése lesz, akkor ki lesz majd írva, hogy ez nem az, hanem ez. Ez az a bogi, ez nem az a bogi. De most ki mondhatja, hogy az a bogi, aki kim volt, ő az igazi bogi? Ő. Ő az igazi bogi. Ő. De még nem volt kint, majd lesz. Hát illetve lesz, igen. De most miért, ha előbb volt bogi a másik, aki nem jutott még ki, akkor ő nem igazi bogi? Neked az Eurovíziós Dalfesztivál a bogiság bizonyítéka? Jó, ezt majd a bíróság eldönti, Ferenc. Mindenesetre meghallgatjuk a dalt, én tényleg kíváncsi vagyok, hogy kit juttattak a nézők ki a bécsi Eurovízióra. Ki megy. Az nem ilyen, hogy úgy neki készülsz, azt kimész ide Bécsbe, nem? Uh-huh. Az is jó lehet. Az is utazás. Igen. Az is utazás, hogy az olyan jó, amikor úgy messzebb kell egy kicsit menni, meg olyan nagy stábbal tudsz menni. Több lehet a magyar szurkoló. Könnyebben kimehetnek, nem? Az is jó. És akkor ilyen ünnepélyes keretek között majd itt az MTV-nak a képviselő nyilván Filip majd átadja egy borítékban a vonatjegyeket? Igen. Neki is a kísérőnek? Igen. Nem kocsival kell menni. Nem, hát úgy van, hogy Filip DJ Dominik megy autóval, és Bugi megy vonattal, nem? Hogy lesz? Ki hogy megy? Csak kell viszi. A Dominik már nem jár Eurovízióra. Most már nem jár. Ja, most már az olyan közel van, hogy akár járhat is. Hát most újra. Most mehet. Újra kimehet egyébként. Nem tudom, hogy ki megy bugival. Várjál, hát most attól függ, hogy mekkora a kocsi. Hát nyilván ki fog vezetni? Hát ha ott a leginkább vezetőnek, én azt gondolom, hogy a Filip lesz jó, hát már az is, és akkor mellettől majd jobb oldalta az anyósülésen ugye a Piero, nem? Ja, tényleg. Piero nem megy ki az Eurovízióra. Nem megy ki? Mert miért a Zsüli nem pesztrálja ott az indulókat? Tessék? Hát akkor meg a Magdi is kimegy, nyilván, és akkor a Bogit is vinniük kell. Akkor négy. De. Azt hiszem, hogy nincs két bogi, írják ezt is. Ugyanaz a bogi nyerte az Eurovíziós válogatót, aki tavaly indult a VL bogi. Na most ne, de ő csak simán írja a nevét, bogi. Na ezért mondom, ugye? Hogy szerintem két bogi van. És szerintem van a bogi, uh-huh. meg van a régi bogi. Aha. Aki nem a régi. Bogi. Nem lehet, hogy ez a bogi, az nem lehet, hogy ez már a nemzetközi neve. Tehát volt a régen a bogi, és ő lett bogi-e? Tehát már készülünk Bécsbe, és Bogie lett? És most Bogie. Most Bogie. És most Bogie. Hát a Kozsónak is ugye volt több van. Neve. Uh-huh. Zetki és Kozsó. A régi Bogie-nak mi a rendes neve, azt tudjuk? Ő Bogi. Ő meg Bogi. Kovács Bogi, vagy Nagy Bogi? Mit tudom én? Nem tudom. Mert? Most az miért? Hát mert ennek az új Boginak tudjuk, hogy Csemer Boglárka. Ja, ő a Csemer Boglárka. Igen. Ha ő is, az előző bogi is Csemer, akkor megvan. Akkor az egy elég komoly gyanúm. Vagy rokonok. És ez most mi a dalának a címe? Parfüm. Ne! Már itt nekem, ami be van írva, az, azt mondom. Az nem az, az egy régebbi, az előző akkor dal. Ez az előző bogi? Az az előző dala a bogi, az ugyanaz, csak a dala az. Az volt, amikor élőben photoshopolták, az egy nagyon jó ötlet volt, amikor ugye élőben elkezdték photoshopolni, és úgy csinálták meg a videoklipet, hogy photoshopolták. Nagyon jó videoklip. Az egy nagyon jó klip egyébként, bejárt, és sok millióan megnézték egyébként. De gyanítom, hogy ez nem az a bogi akkor.
De ez már az nem a bogi. Parfümbogira gondolok, hanem a másik bogi. Tehát a két parfümbogi bogi. Nyert most. A parfümbogi aha, nyert, igen. De nem a parfümmel. De van egy másik bogi, akinek nincs parfüm című dala. Értem? Igen. Na játszunk egy hármas ugrást, jó? Aztán majd meghallgatjuk ezt a dalt, és itt van már is a játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! A régi bogi nyers bogi. Nyers? Igen. Aha. Ő meg csemet. Akkor nem ugyanaz csemet, a csemer, 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 csemet. Tehát ír itt egy hallgató, igen. Én biztos nem választanék olyan művész nevet, ami már volt. De biztos nem de most választotta, hanem 10 éve. De ez amikor a bogi előbb volt. Én kiki leszek. Te az vagy, egy nagy kiki. És miért leszel kiki? Vagy hát, de most nem, tehát választanál egy olyan nevet? Vagy lenne neked egy olyan művész neved, amivel már azonosítanak egy énekest vagy énekesnőt? De ha ő régebben volt, akkor miért ő ne legyen bogi, ha ő a régebbi bogi? Ő a régebbi bogi, csak amikor az ő a régi bogi. Én most nem mondtam, hogy kinek a szemszögéből lé. Ja, te az új bogi szemszögéből beszélsz. Hát, érted. Érted. Tehát az új boginak mondod, hogy legyen Lajos. Vagy Louis. Egyébként volt egy Michael Jackson imitátorunk, volt egy Louis. Igen, meg mondjuk Louis Padre miatt sem, azért nem olyan jó, de én mondjuk Louis biztos... Padre, igen, Louis Padre, igen. Ő is de szeretjük a félbolondokat, nincs ezzel baj. Én eredetit választanék. Igen. Már hogy nem lennél újra bogi. Persze, hát nem lennék például Csutka. Akkor legyél mondjuk Donna Wade. Az jó. Donna Wade. Ő Ray Krebsnek volt a felesége. Igen. De... A Jani a Donna? Nem. Vagy mi? De miért te indulnál az Eurovízióm? Persze. Ha indulnék. Amikor azt megnézném. Na arra szavaznék. Na azt a műsort megnézném, ahol téged előválogatnak. A metál zenével. Egy ilyen hörgőset, azt szerintem meg lehetne csinálni. De úgy, hogy Csiszár Jenő mondaná a véleményét. Erre úgyis jó volt a viszonyotok. Felállnál a színpadra, és Jenő elmondaná, hogy mit gondol rólad, a munkásságodról, a zenekarodról. Eredetével, valami eredetével kell belőjönni, tényleg olyan, mint a Báj Alex, vagy ilyesmi. Uh-huh. Csak félek, hogy én nem jutnék tovább. Az én nedvesem. Köszönjük, János! Köszönjük! Ebből ennyi pont elég volt, ugye ki. Állnál ott a kis fejes sportcipőbe tért zokni ma. Kis rövid nadrágba. Én bírnám egyébként. Nincs ez. Nem lenne ezzel baj. Én rád szavazok. Én tudod, hogy híve vagyok annak, hogy valami egyén itt az Eurovízióra. Tehát én ezt évek óta tolom, hogy Szintibolyt és Ilonkát az Eurovízióra. Tehát, hogy mutassuk már meg, hogy van egy ilyen oldalunk is. Tényleg. Milliók szocializálódtak Mónika és Balázsról, ne tagadjuk le a régmúltat. Mutassuk meg, hogy onnan tudunk találni két gyöngyszemet, aki el azt tud indulni biztos. Az Eurovízió. Legyünk büszkék arra, hogy itt egy ország nézett azért tóksokat éveken keresztül. Ma már mindenki azt mondja, jaj, de szörnyű, jó, nem néztem, persze. Ma még 60-as sereget csinált a Mónika Show, még 53-as. Az azt jelenti, hogy éppen akkor tévénézők 60%-a nézte a Mónika Show. Tehát azért az csúnya volt. Ilonka Szintiból, gyerekek, higgyétek el. Ők megvannak még? Hogy ne lennének. Alig várják, hogy felkérj őket Rákai Filip az Eurovízió indulására. Hogyne? Persze. De ők biztos, hogy nem fogadnák el, hogy írjon valaki nekik egy dalt. Nem, hát ők saját dallal mennek. Szerintem ők ennél sokkal büszkébbek. Hát még nincs, de egy bécsi Eurovízióra tudnának érni. Ahogy ők tolják el a nagy sztendereket, amúgy se ismered föl. Az maga másik. Szintiba és Ilonka, fi, sírnának rajta. Az meglepődnétek, megnyernénk. Mondjuk akkor én integetnék hátul. Ők az enyémek. Tehát ők, te vinnéd ki őket, nélkülem ők nem mehetnének sehova. Tehát én lennék ott velük a VIP-páholyban. Hát figyelj, ha most Bogi nyer. Bogi nyer. Igen. Akkor itt lesz a következő. Hát szerintem azt viszont aláírták, hogy nem tudjuk megrendezni. Aha. Tehát ne nyerjem. Állítok kitöltött, ezt majd megkérdezzük, lehet Filipet följük. Hogy ne nyerjen, kérik, hogy ne nyerjen. Nem, látok, az vagy tőled megkérdezik, hogy te tudod-e vállalni, ha esetleg nyer az ügyfeled, hogy jövőre te rendezed a... Nem tudjuk. És akkor beígszered, hogy igen vagy nem. Igen, most vagy finoman beígszered, hogy nincs erre mondjuk, nem tudom, a köztévének 18 milliárd, hogy megrendelje. Akkor soha nem fogsz nyerni. Akkor a büdös életben nem fogsz nyerni. Tehát miért? Én tökre elképzeltem, 2016 Eurovíziós Dalfesztivál Szima Csarnok. Egyébként miért nem? De most... Na, játsszuk le a játékot, és visszatérünk még a hírek után erre. Jó, itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Ákos vagyok. Ákos, honnan hívtál minket, Ákos? Miskolcról. Na jó, milyenek a kérdések, Jani? Ez totál vihető. Totál vihető. Megnézzük, mehetünk, Ákos, felkészültél? Igen, igen. Így szól az első kérdés nyakba akasztója. Melyik városban rendezik az idei Eurovíziós Dalfesztivált? Srácok. Pont erről beszéltünk. Bécsben. Menjünk tovább?
Mehetünk. Így szól a második kérdés sapkáért, sárért. Kinek a születésnapján ünnepeljük a magyar költészet napját? Nem kapkodni. József Attila. Így van. Milyen primitív kérdések ezek? Azok. Menjünk tovább, jöhet a harmadik? Igen. Így szól a harmadik kérdés. Minek a mérésére szolgál a barométer? Te primitív. Tényleg. Idő az esőnek a mennyisége? Nem. A barométer. Gondold át még egyszer. Barométer. Eső, de időjárás. Légnyomás. A légnyomás. Ez a nyomás mérő. Légnyomás. Na figyelj, mennek az ajándékcsomagok. Bumbozunk egyet, tiki-taki. Egészségedre. Oh, jó, és akkor most jöjjön a bum. Igen, nagyon jó. Na, nagyon jó. Ez egy sírok, ez nagyon jó. Nagyon jó. Miért? Csináld ezt még egyszer? Az, nem ha, ezt a szofe. Igen. Kicsit mélyebb. Kicsit mélyebben, mélyíts egy kicsit. Hát én ilyen bumot még nem. Hogy szól, Muti? Hát, ez egy utasszám, mit mindenki. Hát gyerekek. Ú, de gyönyörű volt. Azt a mindenit. Nálam bejelzett. Nálam is. Erre a szerem kisült tőle. Úgy világít a piros lába. Atya úr is. A tested melyik részével adtad ezt a hangot, Ákos? Orból, orra. Atya, én ilyen bumot a játék felállás óta nem hallottam, pedig egy ideje bumozunk már. Te jó Isten! Te jó Isten! Atya Isten! Még egyet, nyomjál csak úgy! Isten őrizzen, köszönöm! Na, le, légy egy, csak így köszönjél, légy egy bummal, egy óriási valamilyen az első volt. Figyelj, ezt nagyon szeretjük, nagyon jó. Ákos, megvan az ajándékcsomag, nem a kérdések köszönöm, alapján, szépen. Sokkal inkább a bum alapján, jó? Köszi a játékot! Köszi, sziasztok! Ciao, hello! 3, 2, 1. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre! Vegyük ki effektnek, kérlek! Ezt kiírjuk, ezt kitesszük. Ezt kitesszük. 9 óra múlt pontosan 1 perccel, jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggelt! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Tegye 10 van, pontosan szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és folytatjuk a hétfő reggelt. Jön a hideg, azt mondják, de egyelőre még, hát olyan nagyon-nagyon hideg nincsen, állítólag mínuszok jönnek, hóesés és fagy. De előtte egy kis eső? De egy kis eső, de ugyanakkor a telefonom azt jelenti, hogy 10, szerda 12, szombat, vasárnap pedig napos is 10-11, nem tudom, hol fér be itt a mínusz és a fagy, de állítólag ilyen idő lesz. Két nap közé. Két nap közé valahol becsúszik ott. Ott két nap rossz idő, igen. Na, köszönjük George Michael Note, hát ez Gábor küldte nekünk. Gábor nagyon szívesen. Minden hídnál autószállító és rendőrségi autó. Gyerekek, tényleg készülnek a blokkádra, hogy megakadályozzák. Autószállító? Hát, hogyha le akarod rakni az autódat, blokkádot csináljál azonnal. Aha. Azonnal is viszik, igen. Jó. 4-es főúton Debrecen felől Ebes előtt van egy trafi, ez Dávid küldte nekünk. Csorna belvárosában útépítés, félpályás, útzárás, nagy dugó, Arni apu üzente nekünk. Dugó Budapest 13. kerületében, a Pannonia utcában, ezt Szabi küldte nekünk, köszönjük szépen, és nagyjából ennyi. Már most ami a közlekedést illeti. Most akkor tudjuk pontosan, hogy miért van kint ennyi rendőr a városban? Vagy mert itt egymásnak ellentmondó információk jönnek mindenféle irányból. Már egy rendőrrel beszéltünk, demonstrálás? De nem ők demonstrálnak, arra számítanak, hogy demonstrálnak. Hogy nem tud valaki oda menni egy rendőrhöz és megkérdezni tőle, hogy... Én nem vagyok benne biztos, hogy ezt tudják. Hello, szia, mi van? Szerintem őket kivezénylik, nem? Azt mondja, hogy Józsi, álljál le. Hát csak megmondják nekik, hogy miért vagytok itt. De kiderült ez kora reggel, hogy ugye tegnap elmaradt egy tüntetés, egy demonstráció, és ma akarták ezt bepótolni, és azt próbálják megakadályozni, nem? De így van, ahogy mondod, Balázs, meg oda is mentek rendőrhöz hallgatók, beszéltem olyan nap, elmondták ugyanezt. Ugyanezt, hogy amikor Balázs mondod. Ez mekkora tüntetés volt, hogy ennyi van, aki mi az ellen? Sem ekkora, mert elmaradt. Ja, tegnap lett volna, de tegnap nem volt, viszont bármikor lehet. És arra lehetett számítani, hogy ennyien lesznek kint, hogy emiatt az egész várost el kell árasztani rendőrökkel? Hát nem, de az nem baj, hogy ott vannak, hát vigyáznak ránk.
Tehát elmész egy olyan városba, sok a rendőr, azt érzed, hogy itt biztonságban vagy, nem? Hát vagy, hogy nagy a baj, és azért kell annyi rendőr. Ez reggel volt megdöbbentő, amikor még nem tudtam, hogy mi lesz, és azt láttam, hogy minden sarkon villogó rendőrautók állnak a hidakon, mondom, úristen, milyen fenyegetést kaptunk mi itt éjszaka. Vagy itt mitől félnek? Vagy itt mi történik majd? Aztán kiderült, hogy csak ez a kis tüntetés az, ami ma lenne, vagy ma lesz, vagy lett volna, nem tudom pontosan. Igen, igen. Féljen az, akinek van félni valója. Hát most senki nem trafizik, mert a védát viszont nem állították még rendszerben. Úgyhogy most még megint nincsen. Tesztelik, tehát van véda, csak még nem úgy mér, hogy... Aha. Tesztüzemben van, így van. És a régiek, a porosak? Azok jók. Nem, mi hiányzik, hogy legyen több, vagy mi félsz, nem, hogy csak, ne, hát csak miattuk, nem készül miattuk fotó? Kérdezem, mert érted, hogyha ma most kint ellenőriznek az utakon, és nincsen trafizás, akkor holnap kétszer annyit kell nekik. Csak miattuk mondom, ne, hogy hétvége melló legyen belőle, azt ne tudjanak vasárnap templomba menni. Ja, hogyha nem folyik belég összeg, akkor úgy ki kell őket zavarni másnap is. Igen. Na, meghallgatjuk ezt a bugidalt? Mindenképpen. Kíváncsi vagyok rá, én nem hallottam. Ti néztétek ezt a műsort? Ezt egyet se. Igen. Te belenéztél? Töredelmesen bevallom, igen. De ez nem baj. És? Hát, mert ne az, de baj, mert nem emlékszem. És sajnos nekem ez a bajom ezzel a nótával is, ezzel a... Hogy nem hagyja a nyomod benne. Ezzel megjegyezhetetlen? A még pisznott vorral is. Bugi, na most kiderült, hogy van egy bugi, aki, én nem bugizhatok, mert hogy van egy bugi, aki a Megasztárban indult, és ő tényleg bugi volt. És igen. Ő fiú. Igen. Emlékeztek Gálcsabb a bugira? Persze. Igen. Na, ez nem az a bugi. Aha, mert ő bugi. Bugi, de ez sem nem az a bugi, aki tavaly még bugi szerintem volt. Világos. Egyébként a bugin soha nem állt olyan jól a bőrruhácska, szoknyácska, mint ahogy Bogin. Ebben biztos vagyok. Tehát én nem is kevertem össze. Csak megegyeztél valamit, látod? De ebben a dalban két Bogi is indult. Ne szívas, léci, most de a tavalyi Bogi, de ne tekerj rajtam többen. Már hogy mi, hogy két, csak az egyik Bogi elvérzett. Igen, már az elején. És az egyik Bogi, az megmondta a másik Boginak, hogy megfenyegette. Tehát, hogy nem indulhat el két Bogi. Nem, szerintem megdumáltak. Vagy te vagy én, de egy Bogi legyen kint. Francba már dalos nyers bogi, a tavalyi bogi, aha, az idei bogi, a csemer bogi. De a dalos Juli, nyers bogi. Ez egy rádióműsor. Tavaly we all volt, idén pedig war for nothing. De ne hidd el ám, hogy van erőse, meg azt se hidd el egyébként, hogy vannak ilyen feketesisakos emberek, akik a saját fiúknak szólítják a levágott fejű embereket. Tehát, hogy a rádióműsor úgy készül, hogy a műsorvezetők elhitetnek valamit magukról, hogy ők ezt nem tudják. De imádlak, hogy te ezzel még tényleg képes vagy magad fölúzni, hogy mi teljesen tudatosan csinálunk magunkból egyébként tök hülyét, és te ilyenkor civil rádió hallgatóvá válsz, aki majdnem, hogy beír a falra, hogy de hülyék vagytok, ne beszéljetek olyanról, amit nem tudtok, írja nekünk egy hallgató, mint egy kvázi nem értve, hogy nyilván teljesen direkt csinálunk magunkból. De tetszik, hogy te bejössz, mint egyébként aki részese vagy ennek a műsornak 6 éve, és felhúzod magad, hogy na, most már elég legyen ez a tudatlanság, ami itt van. És a Juli tudta, hogy az idén két bogi volt? Mert a másik bogi, aki tavaly volt csak bogi, az idén Juli is bogi meglep. Sorszám volt a nyakukban, úgyhogy talán arról bogi, kettes bogi. Mindig meglep azért engem a Juli, komolyan mondom, meglep. Ez van. Tényleg. Ő, aki velünk együtt ül a szerkesztés, és hallja, hogy miről, mit mondunk, miről, mi a vélemény. Azon miről nem lepődtél meg, hogy a Feri véletlenül józanul jött be reggel? Állj meg, Balázs, néha egy csomó mindent félreértesz. Ez a dolgom. De nem csak adásban. Képzeljük el azt a beszélgetést. Ki nyert? A bogi. Kettő van. Igen. Jó. Akkor most jön az, aki nyert. Hallgassuk meg. Hát milyen rádióműsor lenne az? Te így ott ülsz, és felhúzod magad, hogy három hülye beszélget. Hát ez a lényeg, hogy az emberek a vágában érzelmeket váltsanak, hogy felhúzod. Ott hányan írtak nekünk, hogy milyen hülyék vagyunk? Persze. Én látom, persze. Persze, hogy hülyék vagyunk. És melyik ez a bogi? Ez. Az biztos, hogy nem és a bogi. És fölhúzza magát nagyon. Jöjjön a dal, Zsülind is, Delici, mutasd meg nekünk, hallgassunk bele. Our hiding from punishment. Szép. Tessék? Hallgass. Azt csinálom, hát te játszod. Hallgass majd sokat. Aha. Na, mit mondtok? Ja. Tessék, de mindenki mondhat egy számot. Hm? Már... Hát, hogy hova ér? Ugye nehéz megmondani, mert a Bajorexnél se tudtuk, és nagyon szépen odaér. Kálai Sanders dalát nagyon sokan kedvelték, és ennek a dalnak is van egyébként egyfajta hangulata, más, mint amit eddig kiutaztattunk. Nem? A Kálai Sanders dala is mondani valóban jó volt. Igen, ugye? Igen. És most itt is jó a mondani való, lehet, hogy az erre nyitott közösség fog rászalazni. Szerintem ja, öt alatt lesz, egy és öt között. A Kálai Sanders féle az egy megjegyezhető, egy igazi olyan dal volt, de egyébként mondhatni sláger volt, valamiság is lehet még hallani a rádióban, ott azért meg tudod jegyezni a refrént, azért valahogy az építkezett, ez így elkezdődik, és akkor megy egy ilyen vonal.
De aztán jön a refrén. Megy végig, és vég a dalnak. És nincsenek benne, érted, nincsenek benne hullám, megyek hullámbőlik, az egész nem hullámzik. Semmi, valahogy ebben az egészben annyira hiányzik a dinamika, és egyáltalán nem lehet megjegyezni. Szerintem számomra végtelenül unalmas. És ez a bugi az, akitől most nyúlt a Rihanna? Tőle ellopták ezt a dalt? Vagy a Rihanna a bugitól? Vagy egy nem? Régi bugi dalt loptak el, vagy ez? Vagy az egy régi bugi? A régi bugi lopt el a Rihannától a segg. a bugi? Nem. Már a Gálcsaba bugi lopt el a Rihanna fenekét, arra gondolsz? Igen, mert abban hasonlítottam. Tessék, ti most egyet küldhetétek, ki lenne az? De azt mondja, Eurovízió B-s, tessék, menjen. Én elmondtam, hogy én hová helyezném át a hangsúlyt. Tehát, hogy miért Cintibó és Ilonka? Hogy még mindig komoly zenekart küldenétek, még mindig nagy megfejtés, nagy ének, és akkor menjen, és akkor hú de bebizonyítjuk, hogy itt is van pop zene Magyarországon? Igen. Én harcolnék azért, hogy minőséget küldjünk. Uh-huh. Neked be kéne ülnöd a zsűribe egyébként, akkor neked ott lenne a helyed. Te minőséget tetted tovább, és nem vinnéd el vicces irányba, nem küldenél valami hátborzongatót, meglepőt, ijesztőt, kedélyborzolót, váratlan, tehát továbbra is zenekart vagy zenészt küldenél. Igen, hát azért megyünk oda küzdeni. Most ilyen nagyon biki csunáj még sose nyert, érted? Dehogy nem, ér az oroszoknak az időse összeállítása. Bábuskás. Egy csomó olyan volt azért, amikor kicsit ilyen bolondosabb dolgok értek oda a jó helyezett. Vagy értek a jó helyezett. Menjen a Veresegyházi asszony kórus? Most nem azt mondom, hogy koppintsuk le és menjen ugyanaz, hanem hogy szerintetek ki menne? Vagy szerint ki lenne a jó? Vagy kit, milyen irányba vinnétek el? Hát jó, én tufa rocker vagyok, tehát én most már, bocsánat, a Leander a zeneileg is, a dal is nagyon jó volt, a zenéje is nagyon jó volt, ott hang is volt, és soha nem ment ki, még ki rockzenekar Magyarországról. Uh-huh. Érted? Tök nagy lehetőség. Na jó, de úgyis a rockzenekar hogy nyert, amikor maszkos emberek zenéltek a színpadon, nem? A lőjetek fel az égre, az is láger. Tehát bárki bármikor meghallja, hát azt fel fogod ismerni másodszorra is. És nem azért, mert szét van hörögve engem, meg akkor át zúznak benne. Az egy pop metal. Na, de amikor a finnek nyertek a izél, mi volt az Lordi? Lordi. Ők a zene miatt nyertek, vagy amiatt nyertek? Is, mert is, hát ez egy jó kis nóta volt. Aha. Persze, tehát hogy az egy gyakorlatilag egy rock nóta volt, de ott így megérésztő refrém volt benne. Tehát hogy az egész egy ilyen, teljesen egy ilyen középutas rock zene volt. Mihez még hozzátettek egy picit, egy kis sót. De pont az volt, hogy nem a szokványos volt, hogy volt benne egy kis polgárpukkasztás, volt benne nem kevés bátorság, hogy őket küldték el, hogy őket vállalta föl az egész ország. Tehát ez egy tökös dolog. Mi meg egy picit ez a lany meleg ilyen. Aha. Ez egy olyan dal, amit többször meg kell hallgatnod, és akkor ez a mondandójával egyébként szerintem oda tényleg semmi gond nincsen, sőt, nagyon pozitív. Micsoda? A mondani, mondani valója, igen. Hát ha mondani való nem kell, akkor érted, elküldhetnénk valamelyik ilyen régi mulatos típusú, akit te is mondasz, hogy nem megyek én édesanyám bakának. Annak mondjuk nagyon ilyen, az nagyon komoly tehát mondani azért, valója hogy van, a katona, azt én értem. Hogy a katonaság ellen, baka, tényleg. Katona, érted? Tehát ne háborúzzál, szeretkezzél, hanem maradok a rozsámmal. Érted? Na, akkor ez ugyanúgy meg. Ne kelljen a temetőbe menni magának. Inkább elbújok hátul a fészerbe. Egy ilyen nóta énekes, egy jó csizmás bácsi. Én is támogatom az alternatívát. Csizmás bácsi, és már a név is megvan. Csizmás bácsi. Tehát menjen a Csizmás bácsi jövőre. Csizmás bácsi jövőre, és akkor egy ilyen háború ellenes dal, hogy nem megyek én édesanyám magának. Uh-huh. Júli akar mondani valamit, hogy ki indul a finneknél, Júli, vagy ki nyert? Már nem vagy mérges. Nem, már rájöttél, hogy... Jó, hogy ez egy rádióműsor, amit készít. Igen? Beillesztettem neked oda, a finneknél idén egy értelmi fogyatékosokból álló punk banda nyerte a döntőt, igen. És ők jutnak tovább. És már most az SMS falon, hogyha megnézed, már fogadásokat kötnek, hogy ők fogják megnyerni. Hát figyelj, egyébként simán van esélyre, ott van, most elindult, hát figyelj ide, tavaly Conchita Wurst, egy nőnek öltözött férfi idén. Nem biztos, nem tudom, hogy az... Hogyha nagyon piszik akarunk lenni, akkor... Na de látod, hogy mindenki törekszik arra, hogy valami mást küldjön, mint az
eddigiek? Tehát, hogy Conchita is nagyon más. Más volt a finnek is, akkor azon gondolkoztak, és azt mondták, hogy jó, ez egy nagyon szép húzás, ugyanakkor kicsit átlátszó is, persze értem én, de hogy ez nagyon szép húzás, és majd mindenki sajnálja őket, és mindenki rájuk szavaz. Ők is nyerni akarnak, és bevetnek olyan dolgokat, amivel te sírsz egy amerikai filmen, amitől te elbőgöd magad egy jól kitalált regénynek a végén, vagy amitől megnézed majd az Eurovíziót, azt mondta, hogy szegények, szavazok rájuk, mert ők is meg akarják nyerni, és azt mondták, hogy jó, akkor adjunk lehetőséget, vitathatatlanul, ugye, akkor nekik, kik ők pontosan? Ők egy finn csapat. Egy finn csapat, egy igen. Finn csapat, egy finn punk csapat. És értelmi fogyatékosok azt mondod. Minden tagja értelmi fogyatékos, igen. És mondjuk az együttérzés, meg a szimpátia, meg az érzelmek, szóval de hogy ez miatt fognak érni. Hát ezt mondom, hogy emiatt hogy fognak rájuk szavazni. Tehát ők is akkor azon gondolkoztak, hogy akkor miért nem indítottak el ilyet 5 éve, miért nem indítottak el ilyet 10 éve. Tehát nyilván arra appellálnak, hogy majd sokan szavaznak rájuk, vagyis szeretnék ők is megnyerni. Nézd, és ezt az utat választották, hogy így próbálják megnyerni. Tehát más küldenek ki, mint eddig, nem? Ebben az vagy más felfogásban. Akkor a bogi száma azért lesz különleges, mert hogy annyira átlagos lesz, aha, hogy nem rossz, látod? Látod, milyen ügyesen gondolkozik a Juli? Tehát hogy mindenki most csavar rajta mindenki egyet, csavar, mindenki de a szimpátia. Meg egyáltalán nem csavarnak, lesz, és ettől lesz különleges. Uh-huh. Jó, hát figyelj, mi meglátjuk. Te azt mondod, benne az elsőt befedni, akkor fogadjuk. Én egy-öt közé egy várom, Bogit. Egy és öt közé várom. És csak várom. Csak vársz. Nem, nekem egy-öt között van. De most komolyan a tavalyi is a jó mondani valójával, tehát a jó üzenettel előre jutott, és jó volt a dal. Szerintem ez egyszerűségében akkor most hajaz a pályalexre, akkor már kettőt összetettünk egy egyszerű dal komoly mondani valóval. Egy-öt. Ne, a jövőre hogy lehet? Beküldünk egy dalt, és akkor a dal zsűri ezt kiszórja, ugye? Igen. Tehát nem is kerülhet be, sajnos, ha nem tetszik nekik a dal. Úgy jutsz be a 30-ba. Hogy 30 ők beválasztanak tulajdonképpen. Aha. Tehát ha mi ketten állunk Jánossal egy gumicsizmában, és énekeljük az előbbi dizet. No, tehát nem biztos, hogy tévé. Csizmás bácsik. Csizma bácsik. Nem, teljesen erre gondoltam, hogy egy mixet készítünk. Tehát megkérjük az általunk nagyon szeretett előadókat, hogy csináljanak egy ilyen We Are The World közös dal, de csak olyanok vannak benne, mint a Vézolika, a Szinti Boy, a Páko, és csinálunk egy ilyen nagyon fura We Are The World-öt, ami egy ilyen nagyon érdekes, és kicsit hát más típusú We Are The World lesz, mint amit megszokhattunk. És beküldjük ezt a dalt. Jövőre megkérjük a Tibit, mixelje le, és megnézzük, hogy egy ilyen alternatív felfogásra vevő-e a zsűri. Valószínűleg kiszórnak bennünket, nem? Leszünk a menedzserek, mi nyilatkozunk, ők nem beszélhetnek. De a címe az maradhat, nem megyek én bakának? Ne, legyen már az a címe, nem megyek én bakának. Mi, ott áll a Szintiból. Nem. És erre jön a... Egy ilyen alternatív formációt nem hozunk össze? Milyen húzóneveink vannak? Hát nem? Azok vannak, nagyon. Hát de nem. Az a baj, van létszám limit, tehát hogy azt hiszem, hogy 6 ember mehet, vagy 5, van valami ilyesmi. Tehát hogy nagyon meg kell gondolni, hogy a sok jók... Van egy létszámlimit, hogy hányan állhattok színpadon? Igen. De már ez a magyar létszámlimit, vagy külön a külön? Nem. Hát a magyar létszámlimitben nyilván benne van Filip is, Piero. Akkor itt a gól. Mi ők is színpadra állnak? Vagy a backstage VIP passzokban, hogy kimenjenek. Szóval, hogy hát megszabják, hogy hány ember állhat színpadon, ezt is tudtam. Persze, tényleg? Persze, nem lehet ilyen nagy szimfonikus, meg mit tudom én, 10 tagú zenekar nem mehet ki. Amikor az oroszok, akkor hogy mentek ki ezen a 23 darab öreg mányecskával, ott ők hogy ugrabúrgráltak a 26-an a színpadon, nem mentek ki. Korengedménye. Igen. Ja, hogy csoportos korengedmény volt. De azt is meg lehet egyébként ügyesen oldani, majd akkor hátul a letfalon ott lesznek a többiek. Na, de egy ilyen koprodukciót simán össze lehetne tenni. Az a baj, hogy kidobják. Tehát az a baj, a dal egy picit túl komolyan veszi ezt, ahogy én láttam, nem? Tehát ott a valódi dalkeresés zajlik. Ott mindenki nagyon elhivatott. Nagyon zsűriznek, nagyon mondják, nagyon mindenki meg nagyon. Meg akarják fejteni. Nagyon mindenki nagyon, igen. Igen, de akkor úgy képzeld el, hogy nem az igazán nagy sztárok, hanem egy másféle aspektusban nagy sztárok, tehát akkor Szinti Boy és Ilonka mellé, akkor ott lenne, hogy Vézolika. Hát ezt mondtam az előbb. Fekete Pál. Igen, csak neveket nem mondtál. De mondtam Vézolikát is, mindenki, igen. Ja, Vézolikát azt mondtam? Konkrétan kimondtam, mert háromszor már körülbelül. Annyira kimostam már az agyamból, hogy nem akarom megjegyezni. Jó, na mindegy, jó. Én továbbra is egy ilyenbe hiszek. Ki a háromtagú álomcsapatod? A háromtagú álomcsapat. Azt most azt mondjuk, hogy három ember állhat a színpadon. Akkor például Szinti Boy mellől elveszed anyukát? Nem, ők egy is. Ők egy is. Őket számíthatjuk egynek. Ja, ők egy. Őket számíthatjuk egynek, így van.
hogy kit raknék még be? Aha. Hát szerintem a nagy felfedezettünk Vézolika mindenféleképpen. Ott a helye. De Vézolikat mondtad már? Aludj vissza, nyugodtan, már mindjárt. Mindjárt a best of, még egy 8 perc van, az már nem ébresztenek föl. Vézolika, és még? Na, össze is állt a három közös best of-hoz. Nem jöttek velem ebbe soha. Csóró Lali. Atya, ez gyerekek, lenne itt. Nem sokban különböznénk a finnektől. Nem? Egyébként. Tehát, hogy... Az idei finnektől, ami jövőbeni válogatottunk, nem sokban különbözne. Már ha... A finneknél tudatos az üzenet. Ugye ennyi? És figyeld meg, hogy megnyerik. Hát nem tudom. Megnyerik? Szerintem egyébként jó húzás. Aha. Az a baj, hogy szerintem jó. Tudatos, tehát egy ilyen szép üzenet mögé elejtett teljesen tudatos nyerni akarás, szerintem. De lehet, hogy pont ezért nem fogják. Mindenki azt gondolja, hogy azért küldték őket, hogy nyerjenek. És hogyha nagyon lepontozzák majd őket, mert ők tisztán csak a dalt azért nézik, nem fogod, mert szerintem egyébként megható is tud lenni, nem? Tehát, hogy aranyosak, helyesek, énekelnek, mert egyszerűen szívből szavazol rájuk, hogy tényleg megható, ha egy ilyen színpadi produkciót látsz, ahol mondjuk értelmi fogyatékosok énekelnek, azt te így látod, hogy megtanulták, készültek, kiutaztak, örülnek a sikernek, megtapsolják őket, az valóban tud megható lenni. Sőt, az nagyon megható. Tehát, hogy hát igen, mert hogy... Nem tudom, hogy ne szavaz, én szavaz, de valószínűleg szavaznék rájuk egyébként. Hát igen, csak azért mégiscsak furcsa az egész. Tehát valaki nagyon komolyan veszi ezt a dolgot, ír egy nagyon jó dalt, nagyon jó énekes, nagyon jól előadja, de elmegy, nagyon sok embernek tetszik, és akkor majd utána pedig jönnek a finn értelmi fogyatékos srácok, akikkel nagyon együtt lehet mozogni érzelmileg is, nagyon lehet őket szeretni, nagyon kedvesek, nagyon helyesek, és megkapják majd pluszba azt a 2-3 pontot az érzelmi motiváció miatt, amivel aztán mondjuk így... letaszítják a trónról adott esetben azt, aki nagyon készült, és adott esetben nagyon jó lenne a dal. De szerintem ez egyébként egy nagyon szép ötlet. Tehát az önmagukat túlságosan komolyan vevő helyi popsztárok helyett lehetőséget kapni 10 embernek, 5 embernek, hogy életük legnagyobb élményét átéljék egyébként, hát ez a maga az ötlet szenzációs. Ha Kadlott Karcsi nem lesz benne a csapatodban, akkor nem igazi a tím, írja valaki. Fásjára Macika, menjen még, küldik megyünk sokan. Zámbó Krisztián tudná teljesíteni a mi válogatottunkat. Azt írják, hogy egy ilyen Klassz FM-es Morning Show válogatott Zámbó Krisztiánnal lenne. Hát igen, neki nincs humorérzéke. A Krisztián, igen, ő nem nagyon vevő erre. Igen. Tizedes meg a többiek. Ez lenne, igen. Vézolikát küldeném ki a Balaton, hogy a Fésült meg a haja című dal, a siker garantált. Hát mi láttuk Zolikát fellépni Debrecenben. Már fő gyújtó személyiség, tehát hogy annyi... Ő robban. Egyébként robban. Zolikában az volt a jó, hogy fél tízkor leénekelt, és 3:42-kor még ott kóvályog ott hátul, úgyhogy hogy már mindannyian elmentünk. Autogram valakinek. De még ő ott volt. Én imádom. És még mindig szólt a CD-je. Igen. Azt mondja, hogy küldjetek Furkó Ferkó pajzámulatosát. Nem értik, az a baj. Nem értik. Zseniális szöveg, tuti befutó. Én nem ismerem, de meghallgatom itt a best of alatt. Furkó Ferkó pajzámulatos. De szerinted valaha ez a komolykodó zsűri... Én szerintem nem. Én szerintem, ha összeállítanánk egy ilyen tímet jövőre, szerintem úgy elhasaltatnánk, mint a húzat. Pedig legalább a lehetőséget meg kéne adni az embereknek, hogy szavazhassanak rájuk, hogy tegyék be őket a legjobb négybe. Hát kellene. Juttassák el őket oda. Ebből a zsűriből kinek van humorérzéke? Nem, de Filipnek van egyébként. Hát ebben én a szerepkörben nincs. Tessék? Tehát, hogy én ezt meg komoly a műsor, érted. Uh-huh. Ők még mindig, mintha tényleg lennének marad egy ilyen 5-10 éve. Hogy nagyon komolykodnak? Hogy igen, hogy túl komolykodják ezt az egészet. Még mindig tényleg a dalt keresik. Meg azt, hogy ennek milyen országimázsépítő hatása van. Hát egy poénnak még inkább országimázsépítő hatása lenne. Az egész Eurovízió egy rohadt nagy értelmetlen nagy gicsparádé, és egy brutál nagy baromság. De tényleg. Mi meg itthon eljátszuk ezt a de nagyon keressük a nagy dalt, nem? Tehát csinálni kéne jövőre tényleg az embernek egy alternatív, ugyanaz a zsűri, csak olyan formabontó produkciók is nevethetnek, akik tényleg hisznek abban, hogy el tudnak. Egyszer adjuk meg az esélyt annak, hogy mi van, ha valaki tényleg komolyan odaér. Hogy Kadlott Karcsi, Vézolika, nem tudom, mit tudom, Zámbó Krisztián, három. Érted? Tehát komolyan mondom, mert egyszer meg kéne próbálni. Kicsit minden évben ugyanolyan ez a műsor. Csináljuk és már kevesebben is nézték, tehát már jóval kevesebben nézték, mint tavaly, meg tavaly előtt, mert hogy dögunalmas dalok, hát, persze. Megint újra hallgatod a dalt. Újra hallgatod, és 26-a meghallgatsz egy dalt, tehát effektíven nem érdekelte ez már annyira a fiatalokat sem.
csináljuk meg a párhuzamos rádiós verzióját. Ahogy de nem tudjuk a dal... őket kiküldeni. Hát ez a bajom, hogy nem megcsináljuk a válogatót, de nem tudjuk őket elküldeni. A válogatót végigcsinálnánk, és akkor nekünk is van egy nyertesünk, aki nem megy. Egy alternatív nyertes, akit nem tud megfuttatni. Akit a magyar rádió hallgatók szavaztak meg. Na jó, de a lényeg az, hogy ennek a teszt lényeg, hogy odaér az Eurovízió, most ez a magyar rádiók meghallgatják, most az megszavazzák, az a mit érünk. Nekünk az lenne, hogy egyszer, ha színpadra állítunk mi egy produkciót, az mit ér el az Eurovízió. Lehet, hogy 28-ok lennének, és senki nem érti. Azért megvan, hogy Vézolika nyilatkozik a BBC-nek. Azért az megvan, hogy Vézolika a sajtószobába interjút ad. Az megvan nektek az a kép? Jobbján mondjuk, nem tudom. És senki sem viszi el a haját. Félre csúszva. Az megvan? Szerintem arra is azt hinnék, hogy ez a része a show-nak. Persze! Az, hogy hát és ez, mit mondanánk, ez hogy igen? És hogy kitalálta ezt a hajat? De ügyesen tetteti. Óriási. És milyen menő, hogy parókája van. Azt gondolják, hogy milyen menő. És ezek a cuccok, és ez a cipőfűzőnyakendő, az ezüstözött sassal, hát ez... Ez egyszerűen egy csoda. És ha Bécsbe tudnának menni, Vézolik a turnébuszával tudnánk kimenni. Tehát nem is kellene nagyon repülni egyébként. Uh-huh. És azért az milyen menő, hogy egy Eurovíziós fellépő a saját turnébuszával érkezik meg. Amiről nem tudjuk, hogy turnébusz, hogy rá van írva, mert egyébként. Vézolik a koncertrendelés rajta van, igen. Nagyon komoly. De az a baj, hogy tényleg megcsinálnánk ezt, mi nem tudnánk kiutatni őket az egyrészt, másrészt még mi sem játszanánk a nótát. Ja, azért jön, igen. A dalzsűrie mondhatná azt, hogy ha ti elkezditek játszani, mi kijutatjuk. Az egy nyomos érv lesz. Nyomos érv, hogy kezem úgy, napi egyszer leadjuk. De azért megvan a kis grófó, a Vézolika és az Elmiki. Tehát azért itt egy nagyon szép csapatot lehetne összetenni. Na jó, van, jövő mindjárt mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Ennyit a fantáziáról. Vagy fantáziálgatásról. Drukkolunk természetesen Boginak is, mint minden magyar előadónak, hogy hajrá. Mondtam, 1 és 5 között. 1 és 5 között, reméljük, hogy oda nagyon drukkolunk 15 neki. És 20 között. 3-4-10 lesz pontosan 4 perc múlva, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ha valakinek van friss közlekedési híre, küldje el nekünk, hogy hol van sok rendőr és hol van trafipax, pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3-4-10 múlt pontosan 2 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Na tessék, hogy Eurovízió Bécs 2015, jó? És most a magyar induló! És a magyar induló. Gyerekek, ne mondjátok nekem, hogy egyszer nem lenne hangulata. Nekem ők a csapatok. Lenne nagy mulatság. Nem mondd, hogy nem. Hát igen, csak meg kéne változtatni az elején a szöveget. Ah, és ha most kövesz rám, hogy a házam és a családjának, Bécsból. Na jó van. Tudjátok, én ezt délig tudom nyomni, de higgyetek nekem, egyszer ebben lenne lendület, egyszer. És ott állna, ha nem is nyernénk, de tudod mi lenne? 5 millió, 10 millió, ahányan nézik, magyar ember felállva táncolna a képernyő előtt, és azt mondja, hogy most vagyunk színpadon. Ott vagyunk, és okozna egy olyan kollektív, együttes életérzést, hogy valami olyat küldtünk ki, ami egyszerűen más. És hidd el, hogy te is megnéznéd, te is odakadsz. Ez mondjuk és menne az SMS, és 4 percen keresztül örjöngve felhangosítva buliznál a saját előadódra. Nem? Nem ez lenne? Azt nem tudom, hogy büszke lennék-e, de buliznék. Egy ilyen, mint az Eurovízió, miért ne lennél büszke? Persze. Ez egész egy gics parádi, egy baromság, egy ökörködés. Mondjuk, hogy minek menjenek Bécsbe, szerintem többször voltak, mint én. Az biztos. Abban biztos lehet. Na jó, mutatjuk gyorsan a nap legjobb pillanatait. Beszélgettünk egy tornatanár esetéről, akit felmentették, mert hogy megverte a diákját, és arról beszélgettünk, hogy hogyan tud egy tanár fegyelmezni, mi volt a mi időnkben, most mi az, ami hiányzik, mint eszköz a tanárok kezéből. Telefonált Zoli, aki matek és tesi tanár, elmondta, hogy ő hogyan fegyelmez. Valamint ugye a múlt héten bejárta egy fotó az internetet, bevásárló kocsikban tologatják a gyerekeket a szegedi klinikákon, és megtaláltuk azt az embert, aki már nyugalmazott címzetes docense a klinikának, mégis nyilatkozott nekünk, és elmondta, hogy ezt ő hogy találta ki annó, hogy kísérletezett bevásárló kocsikon, és végül hogy jött a jó megoldás, amik ugye tudták helyettesíteni a modernebb eszközöket. Szóval beszélgettünk Lászlóval is, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk.
Ez itt a Morning Show a Glass FM-en. Itt vagyunk, 3 perc múlva pontosan 10 óra. 2016 Eurovízió. Döntő. Nem. Sajnos nem tudunk azonosulni. A Morning Show átütötte, hogy alternatív Eurovízió casting legyen. Jó? A döntőt megnyerte. Ő színpadon a magyar tehetség. Riói szerelem. Ilyen nincs. De ti ezért nem röhögtök, velem van abban, hogy én ezért röhögök, itt ültök dermedtel. De miért nem tudtok erre semmit mondani? Én mondjuk ezen szocializálódtam, tehát én ezt 5 évig csináltam. De hogy ez nem jó? Nálunk földolgozhatatlan, nem tudom, hogy néz ki. Tudod? Nagyon jó. Nevetés. Csabi, te ezt látom rajtad, hogy te ezt nem érted. De ez szerintem csak akkor van esélye, a minimum 3 lába van. Nőjön egy szarva homlokából, és az egyik másképp nem lesz esélye. De miért a szakállas osztráknél után nem annak van esélye, akinek 3 lába van most őszintén? De azért mondom. Ugye, de a szakállas osztráknál azért te is tudod, hogy nagyon jó énekes, amellett, hogy úgy nézhet ki, ahogy. Oké, de ha most ő nagyon jó énekes, de kimegy egyébként nőként, semmilyen szakáll, semmi nincs rajta, megnyeri? Valószínűleg nem. Úgy nyerte meg, hogy nő, de férfi, de szakáll, de nem szakáll, és így megnyerte. Tehát tényleg az kell, akinek 3 lába van. Madame X-otiknak, annyi jó szerelem egy első felvonás. Van szerintem. Neki több is? Szerintem van. Az, ami itt fog ülni délig a gép előtt, és csak linkelek át egyik oldalról a másikra. Tényleg, Filip, legyetek bátrak, jó? Merjetek nagyon támadni. Madame X-ot tessék. Ja, Istenem, higgyetek el, egyszer jó lenne. Na, hívjuk gyorsan a naphallgatóját. Karácsot és a hangulat. Benne. Fura, hogy csak én rögök. Nálunk minden nap ez van otthon. Mond. Morning Show. Jó reggelt, hello. Csabi segített. Milyen sokat vártál, hello. Kétszer mondtam. Igen, egyszerre hallottuk, egyszer hallottuk. Hello, de elfogadjuk, abszolút, mondtad, igen. Sanyi, hello Sanyi, jó reggelt. Sziasztok. Honnan írtál nekünk, vagy hol hallgatsz minket? Az M0-ason éppen. M0-áson. Az SMS-ed nagyon szellemes volt, annyit írtál nekünk, Magyarországon már 15 éve az euró csak vízió. Nagyon, nagyon szép, szép SMS, jó. Szép SMS volt, köszönjük szépen, Eurovízióra jött egyébként. Sanyikám, te vagy a naphallgatója. Szuper. És küldünk neked egy ajándékcsomagot. Köszönöm. Örülsz picit? Igen, nagyon. Örülsz, jó van. Jó utat neked, bárhova is mész, köszi. Köszönöm. Cső. Ciao, hello. Csabikám, remek zenék? Azon gondolkodtam, miközben jöttem befelé és hallgattalak, hogy mekkora gondban leszel akkor, amikor a Csermely Boglárka dalát mondjuk a Begi, a Lotfi Begi fogja remixelni, tehát akkor aztán no, tényleg Begi-Bogi halvá mindenki benne van. És még csinál egy másik mixet, igen, a megasztáros Bugi, igen, Gálcsaba Bugi is ráénekel még, igen, akkor aztán végleg elveszek. Az a jó, hogy most már az előadókat nem kell bemutatom, Ella Henderson, Timár jól ismeritek, sokszor ajánlottam, most viszont van egy friss klasslánger, a Mirror Man. Az előző a Yours egy ilyen lassabb volt. Az is óriási sláger volt. Igen. Igen, azt mondom, hogy igen. És ez most melletted van, ugye érted? Biztos? Ja, nem egy riói karnevál, tehát odáig nem tud felnőni, de megpróbálja, jó? Jó, meghallgatjuk. Csabi, jön a kívánság műsorról 555-55-00. Ez a telefonszám, ha valaki szeretne dalt kérni, tegye meg. Ja. Mi pedig jövünk holnap 6 órakor. Szép napot, szevasztok! Hello! Ciao! Ez volt a műsor, amelyre